szeretettel üdvözlök mindenkit a Neverwinter Nights című játék következő epizódjában. Éppen most voltunk túl 10 perccel ezelőtt a szünet előtt a írdatlan, hatalmas nagy kihívásokon. Valami hatalmas nagy versenyen vettünk részt, ahova szólóba mentünk be. Nagy Bandi, köszönöm a 200 bitet és a második havi feliratkozást is itt a csatornánkon. Köszönöm szépen mindenkinek, aki támogatja a csatornánk fennmaradását. Nagyon hálás vagyok érte. Köszönöm szépen. Ügyesen a rész előtt mondtam. Hát a születben mindent szabad. Na, beszélgessünk akkor tehát az itteni verseny házigazdájával, és mondjuk meg neki, hogy bizony mi ezt a versenyt most már letudtuk, úgyhogy köszönjük szépen. Amúgy meg, hogyha kiteleportáltunk volna, akkor elbuktuk volna a versenyt, tehát hogy valójában portálkövünk, nem? Amit használhattunk volna. Úgyhogy te vagy, aki megnyerted az én kis versenyemet. Mi? Először is hadd gratuláljak. Egykor régen, mikor még magam is utaztam és kalandokat láttam, mint te. Hát biztos vagy benne, hogy nem az egyet, hogy öregember fecsegését hallgass, tehát. Itt van a vagyonom fele a fáradozásodért. Remélem megfelelő jutalom számodra még egyszer hadd gratuláljak. A vagyonod fele? Itt szólnál még további 300 aranyhoz. Több aranyot akarok és el is veszem? Hát de mennyi az az arany? Nem azt mondta, hogy indulónként 500? Kaptál 900 aranyat? Itt valami nagyon nagy. Itt valami gusztustalan nagy átverés van. 400 XP, kaptunk egy vértet, meg 900 aranyat. Azt mondta, hogy indulónként 500, ugye? Az én beszállom 500 volt, tehát igazából 400-at kaptam. Hallod? Ez most már egyre szarabb, ahogy gondolkodunk rajta. Minket most úgy átvertek, hogy beszarunk. Ami a szünetben történik, ott is marad. De nagyon, te muta, mint te, én most összeverem az egész izé kocsmádat. Mindenkit kiverek innen. Mit szólnál még további 200-hoz? Hát rendben van, tessék. Nem tudom, miért adom neked. Én tudom, hogy miért adod nekem. Mert lenyúltad a többiek beszállóját, te rohadék. Én pedig most tudod, hogy mennyit kaptam összesen? 600-at akkor, ugye? Várjál, tehát a 900, minusz 400, meg 200, 600 goldot kaptam. 600 volt a jutalmam. Oké, bent kaptunk varázstárgyakat. De az nem volt benne, ugye? Tehát, hogy amit én szedtem össze, oda ment, azt én szedtem, te egy rohadék, te. Örömmel kérdezgetnének mindenről. Meg örömmel felmosnám veled a saját kocsmádnak a padlóját, te majom. Azt a mindenségét neki, hogy átvertek. Hát nem mondom. Na jó, legyen így. Az Isten mentsre, megnyomtam a G betűt azonnal, olyan mentésekben voltam. Mondtam, hogy szóljatok, hogy mentsek, nem azért, mert hogy úgy érzem. Hagyjál már beszélni a hölgyel, most nem vagyok beszédes kedvemben. De jó, hogy a mentést nem negetitek, ezt szeretem. Szeretnél valamit? Gyors kérdés. Rövid, tényleg rövid legyen. Milyen emberek fordulnak itt meg? Tudsz valami érdekeset mesélni? Zamitra nő elég furcsa egy személy. Miért? Nem furcsa, hatalmas szája van. Én csodálom ezért Zamitra híres zsoldos kapitány, híres ügyes emberi színásában. Köszönöm a 100 bitet. Nagyon kedves vagy, Nagy Bandi. Dolgozol ilyenkor? Azért vagy ilyen későn fenn? Híresen ügyes az emberi szidásában. És nem érzed úgy, hogy néha jól esne kiosztani a férfiakat? Nem. Aggódnod kell, nem kell aggódnod, te kedves fickó, pont-pont. Nem tudok sokat mondani, hogy milyen emberek fordulnak itt meg. Jó, hát akkor ennyi. Akkor vele nem kell beszélni. Akkor mindenkivel megbeszéltünk ide bent mindent, és a szolga. Gratulálok, büszke lehetsz, amiért nyertél. Zamitra nem akar... Nem akar velünk beszélgetni. Hát ez ennyi. Akkor viszont elhúzunk ebből. Jó, a zöld griff fogadó akkor meg lett csinálva. Idekint vajon milyen napszak van? Honnan tudod, hogy milyen napszak van ez most a nappal? Szerintem ez nappal kell, hogy legyen. Hű, haver. És mennyi XP-t szereztünk? Az XP miatt megérte, mert oda bent látod? Rengeteget szereztünk. Hát, vagy 7000-et szereztünk XP-ből bent, hogy megcsináltunk mindenkit is. Ja, és kellene találnom egy vendort. Akkor lehet, hogy most ahelyett, hogy tovább mennénk Luskan felé, arra még biztos, hogy nem kell mennem. Le kellene mennünk valahova máshova. Temető, az meg volt. Tehát akkor ma a zöld griff fogadó és a temető volt teljesítve. Vissza kellene mennünk Luskan fel, nem kell menni. A barlangnál pedig már voltunk és nem volt otthon senki. Tudod, hogy miért néznek ki ezek a fogadók belülről nagyobbnak? Én rájöttem, mert ezek mind a föld alá építkeznek. Tehát amikor belépsz az ajtón, akkor egyből egy lépcső van lefelé, és a beltér. Nincsenek ablakok, nem jön be fény.
Szerintem a föld alatt vannak az épületeik. Ott egy goblin ijász. Azt a mindenit. A tastit lekevertünk neki, hallod, egyből dobott egy hátast. Kérges, bőrital. Én a lövedéket ott hagyom. Az a baj, ez a lövedék az örökre ott fog maradni, mi? Jó, és hogyha itt vagyunk a barlangoknál, akkor most kellene elmennünk keleti út Neverwinteri erdő felé. Mik azok a lasz kikötői barlangok? Vagy amikor végeztünk a barlangokkal, akkor annál a helynél... egy iszonytató farkas. Ott kötöttünk volna ki? Na jó. Megkezdjük a felfedezést. Lehet, hogy az volna a legjobb, hogyha most mennénk kikötő felé vissza, és eladogatnánk azokat a tárgyakat, amiket nem akarunk használni. Egyébként pedig azt a nagyobb vértet lehet, hogy meg kéne őriznem pont olyan szituációkra, mint amiben az előbb is voltunk. Mint amiben az előbb is voltunk, hogy a VO-t fel kellett vennünk. Hogy lehet, hogy most csak 26-os? Ja, mert hogy rajtam volt valami buff, ugye? És a buff-val együtt lettünk 30-as védelemben, szerintem. Szia Csuti, hogy vagy, Mizu? Le kell mennünk, el kell adni a dolgokat, nem lehet ez így. Bár lehet, hogy akkor már inkább nem is itt kellene nyom... Ja, de a könyvet is le kell adnom a varázslónőnek. 34 ezer, tehát 4 ezer aranyat szereztünk, és mellette még... Kaptunk egy vértet is, igaz? De nagyon sok hülyeség van nálam, ismeretlen vért, ami... amit azonosítani illene. Nézzük, egyel sikerül-e. Ismeretlen, 2 darab kell az éles elme gyűrűjéből. Hová raktuk a másikat? Védelem gyűrű, ez nem az. Ez is gyűrű. Hallott, hova rakta a másik gyűrűmet? Ja, itt van az elemi ellenállás, oké. Okay. 2 darab gyűrű, ez a Bruvende család vértje. Ez a vért régóta szolgálja Bruvende családot, védelmezi őket a támadásoktól. Eredeti vértet Alain herceg viselte sötét elfordák támadásának idején. 4-es védelem osztály, sav ellenállás, tűzellenállás, plusz egy módosító, immunitás az elmére ható varázslatokkal szemben. Amúgy ez nem rossz így, csak kicsi a VO-ja, de az, hogy immunitástól az elmére ható varázslatok ellen, az mondjuk eléggé szép tud lenni, gondolom. Hát minden esetre, már nem is itt van a csaj, ugye, hanem fentebb egy kicsit. Totál rossz felé megyek, erre felé lakik. Ez milyen ház? Fajta ajtó el van torlaszolva a másik oldalról. Ez lett az a 100-as feltöréses. Vennünk kellene néhány izét is, ugye? A tolvaj készleteket is. Vele mi a helyzet? Átfáradt vagyok már egy kicsit, hosszú volt a mai nap. Rengeteg mindent kellett csinálnom. Miféle árukat ajánlasz itt eladásra? Nem ajánlja fel, hogy megmutatom neki a könyvet? Néhány kérdést. De ez eltúra. Nem értem. De hiszen... kötet, amit elhoztam, az a... Imaskaran életkötete. Azt mondták, hogy neki kell odaadnom, nem? Jaj ne! Hogy nem beszéltem a sírásóval. És a sírásó így nem mondta meg, hogy ez milyen... Várjál. Szerintem nem mondta így meg. Hát a fejvadászat, meg az erdők szelleme, vérfarkas vadász. Mindenféle küldetésünk van, szektakeresés a napló alapján. Csatlós küldetések vannak egy csomók, amiket nem csináltunk meg. Hát ezt így... Hogyha most azt mondaná, de nem jó. Nem kellene itt lennem. Jobban járnék, hogyha elmennék, akkor inkább már a templomba, és eladogatnám a dolgokat, ugye? Hosszú napon volt a reggeli hajmosás, borotválkozás, mindenféle tisztálkodási dolgok után rögtön bevágtam magam a kocsiba. Bevásárlás magamnak, nagyszülőknek egyaránt, hazacipeltem a cuccokat, kipakoltam mindent, azonnal nekiálltam főzni. Csináltam nagyon finom vacsorát, aztán utána... még pakolgattam itthon is végül. Végül pedig egy hosszú streamben kötöttem ki. Neurikkal kellene beszélnem? Beszélnünk kell a vérfarkasokról? Nem. A lényeg, hogy nála
hogyha vásárolni szeretnél, ő kedvező reagálással bír ez irányba. A kényelem vértjét eladhatom neki. Ez 2500-ba kerül. Azt mondtátok, hogy ez a védelem, az a szentségbotja, ez egy jó cucc, és hogy azt meg kéne őrizni. Ez a tagget karma, érdekes, ez egy tök erős növelt módosító, egy éles. Az, hogy éles egy fegyver, az mit jelent? Ilyet még nem láttunk, hogy egy penge éles, de hát nekem nem kell, tehát eladhatom. Köszönöm a 100 bit, ezt megint meghalt egy ijász valahol, aztán mindenit. Lehet, hogy a halott kéz az egy... Ez egy küldetéstárgy, úgyhogy ezt inkább tegyük ki ide. Úgy látom, hogy az most ott marad. A nagyobb mágiai ismeret kezdje a 200 gold. Az éles megduplázza a crit range-ét. Az azt jelenti, hogyha csak egy... Tehát, hogy ha a 20-as dobásra kritelsz, akkor a 19-es dobás is kritel? Kísértett pálca, gonosztól védő köpeny. Nekem nem kell a gonosztól védő köpeny. Pontosan? Innent értek. A védelem botja. Nem használja csak a mágus meg a varázsló. 3300 gold. 43000 goldnál járunk már. Kísértetés látomás. Nem fogok ilyeneket használni. 1000 goldért eladhatom. Nézzük a teljes vértezetet. Lehet, hogy megtartanám. A toronypajzs 1000 gold. Szalagvért 325, a buzogány plusz 2, még gondolkodom, mert lehet, hogy az amúgy, abból lehet, hogy kovácsolhatok. 5000 gold a dombi óriás erejének öve, az komoly cucc, és 642 a másik. Ezt a buzogányt én lehet, hogy megtartom inkább. Nem tudod eladni neki az erős fagy csapdát, a rengeteg tőzegáf vagy alexandritok kimehetnek, topázok kimehetnek. Ez is gyűrű, kimehet, nagyon sok szar van nálunk. Sorry, hogy ezzel kell szívózni, tehát látjátok, hogy tele vagyunk vele. Az Ethercap sejemmirigy, az szerintem csak arra jó, hogy beszélgethessünk azzal a vendorral, ugye? A védelemgyűrű nekem nem kell. Nem raktuk vissza az alapgyűrűinket, ne felejtsük el. Spiritus, azt gondolom ki kell, hogy menjen. Kisebb mágiátörés, hatalmas mágiátörés, ez 903, egy ilyen... Spell, ez a kulcs, ez lejön a küldetés itemekhez. Quartz kristály ezzel kombinálva valami gyűrűt ad majd eredményül. Zor füle is megvan most már. Ezek gondolom ide jönnek. Ez is nyaklánc nem fog kelni. Nézzük a másodikat, azt mondja. Ebben van egy ilyenünk. Hát erre mondtátok, hogy ez pap használhatná, és hogy 50 töltetes kitaláció. Egyszerű sebeggyógy, isteni segítség, könnyűsebb gyógyítás. Én szerintem ez nekem nem is kell. Szerintetek kell nekem ilyen szentségbotja, 2000 gold. Van egy olyan érzésem, hogy nem kell az nekem. Saspompája, kimegy. Érgesbőr, kimegy. Tisztánlátás, köszönöm, van nekem ilyenem elég. Ezt az erős csapdakészletet le kellene dobálni. Itt van tehát a család vértje. Ez 7500, ennyire súlyos pénze van. Kétkezes baltát miért nem tudom eladni? Ez volt annál a fickónál, de nulla gold lenne, hogy eladnám. Isteni segítség, nem tudom, hogy mit akar. Olyanom van? Isteni segítség, az egyes. Plusz egy módosítót kap a támadó dobáshoz, plusz egy módosítót a félelem elleni mentődobáshoz, ideiglenesen kapsz 1d8 életerőpontot. Többi nem kell, tehát szerintem ez sem kell. De most ez tényleg ennyire jó ez a vért, hogy 4 plusz 1-es savtűzellenállás és immunitás az elmérehető varázslatok ellen. Ez tényleg ennyire jó darab, hogy 7, de szerintem nekem akkor sem éri meg. Én ezt eladom. És kétkezes baltát nem adhatod el, 0 gold. Cserébe a súlya 7 kiló. Hogy lehet, hogy nem adhatom el? Villámló nyilvesszők kimennek, vörös vészgyűrű kimegy, mika erőital, olyat tudok kasztolni, kimehet. És akkor ezek a kristálybéka, meg ilyen egyebek. Amik a puzzlehez kellettek, a vízköpő koponya fél kiló. Lehet küldi tárgya balta. De ennek kinek kell, vajon teljes fedezet megmarad. Ez kimehet 2000 gold, 65000 goldunk van. Az már nagyon menő szint. Szerintem megvagyunk. Jeges dobónyilak még kimennek. 2 darab kvarc kristály. Őzeg áfonyák, meg mi egyebek. Tüzes nyilvessző 430 gold, bénító 53. Ezt a shurikent, homokszemcsék a neve.
altatást okozhat. Az egészen érdekes. 152 gold viszlát. Akaraterő amulettje. Ez 1350 gold. Amúgy sok ez a mentődobás plusz 3. Csak nem fogom levenni valószínűleg magamról, ugye a méregimmunitást, mert azt egészen kedveljük, ezt el lehet adni, a többi az kasztolható, ezek még megmaradnak inkább. Ide jönnek be, úgy látom, a körözött személyeknek a cuccai, ezt pedig akkor majd megcsináljuk, elhozzuk a nőnek, miután azt mondják, hogy elhozhatjuk azt. Itt van ellenméreg ital, az mehet, hogyha mégis benyelnénk. Hát elég rendesen lementek a gyógykészleteink, lehet, hogy vennem kellene néhányat, nem? Hányat lehet itt venni? Mondjuk, hogyha hányat, akkor inkább ne vegyek. Szerintem veszek néhányat, biztos, ami biztos. Látván, hogy előbb ennyire kellettek ilyenek, inkább legyen nálam. Csak nem tudom, hogy hogy működik a számítása. Olyat lehet, hogy rákattintasz. Enter. Nem, az társalgás. Olyan van, hogy beírsz valamit az eleminek? Jó, hát azért 13 darab legyen elég. Az Icewind Dale-ben, nem, a Wasteland 2-ben volt olyan, hogy lehetett tippelgetni dolgokra, így beírogattad. Hát ezt lehet viszont akkor inkább elrakom izébe. Tárolóba, hogyha már 7 kiló, nem? Tehát, hogy ne legyen már itt ennyire hülye helyeken. Teljes vértezetet meg néha lehet, hogy használnom kell, majd a buzogányt meg nem fogom még eladni. Amúgy érdekes, mert 2700 egy ilyen egyszerű alap mágikus fegyver. Minden meg lett nézve. Ide sajna már nem fér be semmi. Itt a műveltségital, ellenméregital, jó, ez kimehet, a műveltségital még kellhet. Szerintem mindent eladtunk, és mehetünk is, folytathatjuk kalandjaink. Ismeretlen köpeny, bocsánat, tévedek. Nagyobb káosztól védő köpeny. Vért módosító a kaotikusok ellen plusz 5-ös? Hát ez amúgy nagyon erősnek hangzik. A plusz 5-ös. Kama az kimehet. Azért piros, mert nem tudom használni, most már látom. Őrzők pajzsa, ez kicsi. Ember elleni védelem. Bőrvért plusz 2, 1114. Gnóm mágneses vértje, 1900. Fiatok, mitől lehet, hogy a Discord nem érzékeli, hogy szub vagyok? Rá kell lehet frissítenem, megcsinálom, hogyha írnám, kérek a Discordon, mert akkor rá kell nyomnom, hogy frissítsen egyet. Ezt időnként meg kéne csinálnom, de mindig elfelejtek, mert általában nem kéne ebből gondot csinálnia. Honnan tudod, hogy egyenemi kaotikus? Hát mert most így ezt megőrizném. Tehát lehet, hogy kellene tartanom egy zsákot csak arra, hogy eseti jelleggel bizonyos tárgyakat használjak. 69 ezer zseton. Tele vagyunk zsetonnal. Jó. Annyira szeretnék egy új fegyvert, a légió ökle, ezt én adtam el. Az volt a kábítós. Aj, de nem lesz soha új fegyverem, nincs egy vendor ebben a városban, aki nekem eladna valamit. Sarvin jöhetne velünk esetleg kalandozni, hiszen mégis menő cuccai vannak a visszahívó portállal. Nem tudom, hogy hova mennék. Megnézed a Semiconnál? Mármint, hogy micsodát? Nem néztem meg a második oldalt. Jaja, igazad van. Nagyon béna vagyok. Megint elfelejtettem. Vásárolnék a templomtól, és van neki több oldala. Hát meg most már ugye ide el is adogatunk dolgokat. A vértekhez. Szabad mozgás köpenye. Szabadság? Hát ha ezt megveszed, akkor nem tudnak többé lelassítani, megerősítés köpeny. Mentődobás vértmódosítás. Ez ugyanaz, csak plusz egyben. Gonosztól védő köpeny. Ezeket én adtam el. Az ősi rend javított palástját nem hiszem, hogy én adtam. De ezt is én adtam el. Szerzetesnek való. Fegyverek második oldala. Nehéz láncos buzogány. Aha, semmi nem volt itt sajna. A nehéz buzogány az viszont vicces, csak egzotikus fegyver. Ennyike. Ja, hogyha ránézel a szemmel az ellenfélre, akkor látod, hogy kaotikus-e, és akkor plusz 5-ös módosítót magadra tehetsz. Aha. Jó, köszönöm az infót.
Akkor most el kell mennem a sírásóhoz megkérdezni, hogy mi ez a könyv, mert azt ugye visszatöltés után hát elég nagy bajba keveredtünk ott a goblinokkal, mert igazából nem is a goblin, hanem a Minotaurus király, meg az ork félisten, akik meg akartak támadni, azok voltak inkább a gondot jelentőek. Éjszakra megyünk megint a zöld griffhez, akkor messzélünk a csávóval, akkor megmondja nekünk, hogy le kell hozni kettő screent megint az utcokat, de már nem fogunk visszatérni, mert felesleges volna. Viszont most már azt hiszem, hogy kezdem érteni, hogy hogy működik a teleport rendszer, tehát hogy fogom magam, hazamegyek, és kisétálok a templom kapuján, majd eladom a cuccokat, és a templom kapuján visszamenve használom a portát, hogy visszamenjek oda, ahonnan elindultam. Innentől kezdve egy kicsit könnyedebb lesz szerintem az utazgatás. Éjszaka van, tehát a farkas embereket kellene kutatnom. És amikor itt voltunk, akkor itt volt jobbra egy fickó. Vajon mennyi idő telik el? Tehát hogy van beállítva ez a napszak kitaláció játékban vajon? Except Jai, újra szinkeltem, jöttem a csatornát, a Discord rang visszajött, emotokat nem tudtam használni. Az is nagyon jól hangzik. Na, gondokkal beszélünk. Itt tudsz a kötetről. Igen, Eltóra a neve. Köszönöm, szia. Ezek szerint Eltórával most kaptuk, de nem írta bele amúgy a naplóba, hogy ettől most új információra tettünk szert, tehát Eltóra még nem akart beszélni erről a könyvről velem, nem értem. Mindegy, lemegyünk, szerintem megnézzük a barlangokat itt, mert lehet, hogy a farkas ember visszatért azóta esetleg. Be is szumonáltam a kis álltam. Gondolkoztam egy áldás kinyomásán, de nem hiszem, hogy megtámadnak. Tábortűz az azt jelzi, hogy van ott valami? Valaki szokott itt táborozni. Üresnek tűnik. Honnan tudnánk, hogy van-e bent valaki? Innen már látnom kellene így, nem? Hogy van-e bent valaki. Tehát feleslegesen mennék végig. Szerintem felesleges. Kellene használni a haste-et és szaladni, mint egy hülye. Csak hát ugye a haste az nagyon drága varázslat. Lesz majd egyszer a kövi szinten. Itt nem marad semmi más. Menjünk el tovább akkor. Sajnálom, hogy nem tudtuk meg ezt a farkas embert, hogy mi van vele. Persze még nincs veszve semmi. A lényeg az, hogy szekta utáni kutatásunk ma még eddig nem volt sikeres. Nem a fő küldetéseket teljesítettük, hanem a random köré épülő dolgokat. Orgyilkosokat intéztünk el, meg mindent is. Jézusom, megint meghalt egy pikás valahol. A Knights and Merchants-ben. Köszönöm a 100 bitet újra. Nagyon kedves történnek, hogy így dobálgatod be az egy dollárokat, tényleg nagyon köszönöm. Kikötő felé mehetünk, a zöld griff fogadó megvan, Luskan felé nem megyünk el, akkor lefelé kell mennünk és utána kell visszafordulnunk. Megnéznénk a naplóban, hogy mi a helyzet a fejvadászattal. Kendrak, Zor. Aha, délre fekvő úton látták köpöly madarat. Egomániás gnóm. Tehát arra felé még nem mentünk el az kikötőjétől délre. Várjál. Itt nem hiszem, hogy átmehetek. De. Jó, ez át lehet menni, oké. Okay. Visszább menjünk. A vérfarkas vadászra. Négy fiút kell megtalálni, oké. Okay. Fegyverek szövetsége fogadóban tölti a napjait. Gyanúja Bran valóban perzselt erdő vezető útmentünket. Neverwinteri erdő. Anderről nem tudunk semmit. Mármint úr felől nem tud semmit. Oké. Okay. Karatiasz utoljára. Karatiasz után fekete farkas feltételezett barlangnája lett, egy zöld griff fogadótól keletre jövő dombokon. Aha, tehát akkor az is megvolt. Akkor megnéztünk eddig minden farkas ember lehetőséget, és most jövünk egy eddig ismeretlen területre. Szép sötétbe. Nyomunk egy mentést. Megindítjuk a kutatást. Farkas, egy ismeretlen farkas. Kezdeményező dobásom 3, 1 plusz 2, 1 ölő 3. Miből számoltak ki? Fiatal trollok.
Farkas meg volt. Igen, szépeket vertünk oda. Most az az őz, az betrolkodott a fájtba, mert senki nem akarja őt verni, viszont nem férnek hozzánk tőle, ugye? Ez a fiatal troll, ez fel tudja hílelni magát? 11... 12... Nem tudom, hogy van-e nekik ilyen regenerációs képessége, ja. Sejtettem, hogy van valami ilyesmi. Kaptam egy 10-est? Nem. Pókom kapott egy 10-est. Kezdeményező dobásnak a koncepcióját még mindig nem értem. Arról szól, ki támad először, amikor majd utolérem és odaállok elé. De miért ilyen távolról dobtam? Segítsek a trollal? Mondd nyugodtan, amit szeretnél, hogy ne. Ez egy olyan végigjátszás, amit együtt játszunk végig. Ezt se tudod pontosan? Mert hülyeség maga a koncepció. Tehát hogyha az lenne, hogy mint egy JRPG-nél, egy körökre osztott csatában, tudod, hogy akkor egymással szembe feláll a csapat, akinek nagyobb a sebessége, az kezd. Akkor így érthetővé válik minden. Nézzük, kezdeményező dobásom 21, 19, 22, 21, és fiatal troll támadást intéz ellenem. Tehát nem én dobtam, hanem ő dobta meg a kezdeményezőt. Szerintem elhibázta a támadását, igen, mert kicsi volt a támadás, nekem a VO-m nagyobb. És én utána a pókom talált be neki. Tehát ilyenkor a pókomnak is dobnia kell, hogy ő kezd-e? Tűz, plusz sav és nem gyógyul. Oké, köszönöm. Ez hasznos információ, hogy mágikus támadással könnyedén verhető. Ezt az egész erdőt meg kell tisztítenem a trolloktól, úgy látom. Távolról szalad nekünk ez a troll. De ő már megdobta a kezdeményezését akkor? Nincs gondunk az ő hülyeségeivel. Hát, hogy hílennem kellene a pókomat, mielőtt megöli a troll. Hileljük már fel a pókomat, hát ha sikerülhet. Aha, meg is ölte. Jó, szerintem tartsuk őt életben, ha már ennyire szépen veri a trollokat. Mint hogyha a pók jobb... csinál smokibot, mint hogyha jobb esélyekkel találna be az eneminek, mint én. Ott akkor nem marad semmi. Itt van egy archeológus, ez egy ilyen... Mondom, egy ilyen site, ahol ásogatnak. Hulladék, 7 golddal, meg egy láda. Ott van szemben egy troll. Ne verd meg! Aj, Isten, szétverte azonnal. Mi volt a ládában? Villámló számszerű vesszők. Ott egy állat van. Nagy sötétségben kell most küzdenünk, nem semmi. Trollok nem dobtak el semmit. Viszont sértetlenül megyünk végig az egész helyen. Senki nem tud eltalálni. Nem, mint hogyha gusztustalan mennyiségű armorunk lenne, mint akkor, amikor fel vagyunk buffolva. De úgy tűnik, hogy ez elegendő. Lent van még troll. Hát, hogy fel kéne buffolnom magam. Nem. Sokat küzdünk, de még azért tartogatnám. 23 arany. Még több tőzeg áfonya. Én felveszek mindent. Mondjuk azokat ketten... hárman. Egy áldást kinyomunk. Ha ott hárman vannak, akkor lehet, hogy érdemes volna. Varázsfegyvert felkasztolni. Hoppá! Pókom rögtön oda ment. Durva arcoskodni. Na most akkor megvan az áldás. És ott már a 6-8-1-ben. Vajon itt ez hogy van kitalálva? Mert hogy nem tudod begyújtani az ellenfelet. Amit tudsz csinálni az az, hogy rápakolod a tüzet a fegyveredre, és akkor az hozzáadódik a damage-edhez, ha sikeres találatot nyomsz, gondolom. Ezért furcsálom ezt, hogy mi az, ami leveszi a regenerációt vajon ilyenkor. Hopp, 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 várjál, megy a pók. Megpróbálom felhílelni még. Ó, nagyszerű, nagyon nagy, 23 életerőpont ment bele. De figyelj, akár még egyet is nyomhatnék.
egyszerű sebek gyógyítása 14 életerő. De ez végig megy az egész mapon, de nincs megállás. Ó, tolvaj szerszám, az jól jön. Póknak nincs megállás. Ott van Geth. Az a következő úton álló, ugye? Nem, az egy farkas ember. Végre találtunk egyet. Menjen a fegyver felerősítés. Ez megállíthatatlan. Abnormális, hogy mit művel a pókom. Nézd meg. Farkas emberre is rámegy. Ott is van. 12 hetes. 19 hetes. 12-es. 11-es. Megöli a pókomat. Különösen sebesült. 10, 13, 17. Ne bánts tovább. Nem foglak még egyszer megtámadni. Mit csinálsz itt? Miért jöttél? Nem akarom, hogy háborgassanak. Ki vagy te? Geth, ekkor normális ember, nem horrorisztikus bestia, de azt inkötőből származom, miért érdekel? Van nálam ezüst amulet Neuriktól. Talán el vagyok keseredve a jövőm miatt, de nem akarok időt eltávozni sem a túlvilágra. Biztonságos. Ha meg akarod változtatni a jövőt, magadnak kell megtenned. Azt hiszem igazad van. Ha csak itt ülök és nem csinálok semmit, akkor nem is fog. Oké, add ide nekem. Jó. És ő most akkor megvan, cserébe odaadja a gyűrűjét, ugye? Fogd a gyűrűmet, vidd el Neuriknak. Boldog vagyok, ember vagyok ismét, köszönöm neked idegen. Szia! És ilyenkor kaptunk 59 XP-t. Király! Az első farkas ember akkor megvan. Itt lent a keleti úton, a délre van a perzselt erdő. Menjünk, nézzük meg még, hogy hová szaladtál. Hát, ha van itt még valami, amit meg kéne nézni. Legalább ezzel is haladunk. Itt nem lenne rossz, hogyha lenne esetleg még egy ilyen gazfickó, akit el kéne intéznünk. Ezekből van még gyerekekből három, nem, kettő gyerek, meg a, mert a negyedik túlélte ugye a farkasember támadást. A negyedik meg ott van a Karatis, akiről fogalmunk nincs, hogy merre ment. Állítólag elbújdokolt. Urt, a harmadik gyerek, ő róla meg semmit nem lehet tudni. Szóval azért vannak itt még ilyen nagy kérdőjelek, de nem baj. Legalább valamit sikerült előre rendülni. Úgy látom, hogy semmi nincs. Nyomva tartom a tabot, folyamat, hát ha valami lootolható jön, de hát nem bővelkedik a hely ilyesmiben. Próbálok nézelődni mindenfelé. Fiatal trollok laknak odalent. És lemeltek hozzájuk? Bekattintottam, ott van egy troll. Úgy látom, hogy ezek észrevettek, úgyhogy lehet, hogy megindulnak felénk. Eddig jó. 14. És akik megtámadtak hátulra, azok merre vannak? A hulladékban 8 goldot találunk. Van itt valami teli szekér. Hát 4 golddal volt teli, azért annyira nagy teliség ott nem volt. Halljuk a vadkutyák ugatását a távolban, csak úgy vonyítanak. Hogy lehetne oda lemenni? Aha, odáig szaladtak el, itt lehet lemenni. És akkor itt fent nincs semmi már, de hogy nem ott van egy troll a sarokban. Hát mondjuk ez a 23 XP, ez nagyon kevés. 52.7811, 23 XP jött megint. Nem jön fel a másik kettő? Mire eltűnik a hulla és megjelenik a loot, az ember már rég elment onnan. Ja, csak X-re vált ilyenkor, aha, mert a terrain ott megváltozik, jó. Megyünk lefele, őket is összepakoljuk, nézzük. Farkas is van. De a farkas a túloldalon van. Bandite! Nagyon nyomod. Köszönöm szépen, tényleg. Kösz szépen. Kedved a Neverwinter Nights-t? Csak nem te is nagy fannya vagy. Pókomat megverték a trollok sajnos. És akkor oda mehettem volna még arra. De hát ez miért van így kicsi? Nem, arra nem mehetek. Meg kell találnom az átmenést. Ne, várjál. Miért jött fel? Átmeneti pontot. Ehhez viszont ott van a lejárat. Ez az egész hely elég kellemetlenül van így layoutban elrendezve. Ott van valamilyen barlang előttem. Azt meg is kellene nézni. Viszont balkész fele is van egy barlang. Aha, elmentem egy mellett, úgyhogy észre sem vettem, hogy ott van. Lehet, hogy troll barlangok vannak előttünk. Ki
És mielőtt bemegyek a troll barlangokba, lehet, hogy jobb lett volna, hogyha az archeológusokkal beszéltem volna. Ja, ez nem lehet hülyeség. Lehet, hogy adnak egy küldetést, hogy jaj, bajban vagyunk, mert itt vannak a trollok, mindenütt jó lenne, hogyha egy kicsit valaki rendbe tenni őket esetleg, nem? Ott el tudom képzelni, hogy itt ilyen italációval kell előre menni. Gyönyörű ez a tűzsebzés, nagyon-nagyon szépen megyünk. 14 XP viszont nagyon kevés. Szólóban megyünk, és kevesebb XP-t kaptam, mint hogyha lenne megidézett állatom. Erre egy fiatal verzió volt. Itt van egy nagy híd, megnézzük, hogy merre vezet. Ott sem látok semmit a túloldalán. Van kettő troll szemben. Na, oda hogy másztak viszont fel? Lehet, hogy ők olyanok, akikkel nem is lehet szembe szállni. Nem érem el a célpontot? Hát én is látom, hogy nem érjük el. Bejárat a troll barlangokba. Oda fel sem lehet menni. Szerintem csak dísznek rakták oda őket. Távolsági biztos leszedi amúgy. Nézzük. Ez kissé nagy ez a terület. Nem baj, ha már bejöttem, akkor megcsináljuk gyorsan, amíg tartanak a fegyver buffjaink is. Műveltségitala. Felvettem vissza a gyűrűimet? Nem, mi? Nem, hát. Átjukasztó nyilvesszők. 1, 2, mind a kettő idejön. Kalandor meg elemi ellenállás. Bölcsesség talizmánja. Ott egy sértetlen troll. Ajjajjaj, szegény. Kritikus találattal a fekvőre. Ilyenkor nem egy kivégzést kellett volna nyomni? Lehet, hogy be kéne kérni az íjász lányt, hogy jöjjön buffolgatni, nem? Tiszta chill ez a játék. Az ember közben pipázgathat, lehet iszogatni, tölthetsz magadnak vizet, amíg lemegy egy harc. Csapda elsült, mondjuk túl nagyot nem sebzett. Aha. Megdobtuk a reflex próbát. 24 ellen nem tudom megdobni. Meg tudnám, csak menjen a combat zene, ugye? És akkor meg kellene tudnom csinálni. Ott is van. 7 aranyért, majdnem benyeltem kisebb kellemetlenséget. Lehet, hogy felébred az ott, miközben a troll haverját verdessük. Ezek már nem mindegyik idős troll. Lehet, hogy fel se fog kelni. Az a iterációja, hogy neki aludnia kell. A másik erre jött, aztán meggondolta magát. Lehet, hogy csapda van, ki tudja. Szép cleave. 5 meg 8. Eddig, mióta elindultunk otthonról, már nem tudom, hogy hány harcon vagyunk túl, de eddig semmi nem tudott eltalálni. Lehet, hogy... egy ismeretlen vért. Lehet, hogy nem is arra kellene koncentrálni, hogy védekezés, hanem most már valamit a támadásunkra kellene rágyúrni. Online verzió még inkább ilyen chilles. Van egy mesélő, aki irányítja a sztorit. Belebújik a karakterek bőrébe, ti meg mozisztok. Az igen. Ezt nem is tudom elképzelni. És akkor random bárki lehet a mesélő? Valaki azt mondja, hogy figyelj, mindig ki akartam próbálni a mesélést ezekben. Hadd legyek már én egy kicsit a mesélő most. Az áldást megpróbáljuk még feltenni, azaz. Van direkt mesélő interfész, meg belépés a szeróra. Azt a mindenit. De van ilyen Neverwinter Online valami. Azt néztem, amikor a Steamen kiválasztottam, hogy melyik játékot akarom letölteni. Mert hogy az állítólag ingyenesen játszható. Én lennék a mesélő. Én biztos, hogy szar mesélő volnék. Életemben nem csináltam ilyet. Na, még egy fiatal troll. Érzem a haste hiányát. Érzem, hogy szintet kell lépnem. 53 000, már kevesebb, mint 2 000 kell csupán. Aha, és ez tovább megy lefele valahová. A barlangok mélyére. Ott van egy ógre. Meg még egy. Kettővel fogok egyszerre küzdeni. Olyan menő, hogy ez a komor tűz ilyen sokáig. De miért veri a másik? Mi a fene történt? Az ógrék ilyen gyengék. Adjad már, hát mitől voltak ilyen gyengék ezek?
7 darab hímvessző. Ott van egy hulla. Ott is van egy barlang, meg egy nagy láda. De hát innen jöttem be, nem? Azt a holtestet, azt nem láttuk. Ez szint Laneral naplója. Elfrégész szint Laneral gondolatait kutatási eredményt tartalmazza. Biztos vagyok benne, hogy a kutatónak kellett volna elvinnem. De remélhetőleg utólag is meg lehet majd csinálni. Maximum ledobom a küldetés tárgyat előtte. Felveszik a questet, hogyha nem jól sül el. És utána meg majd felveszem a földről még egyszer. Ott van a troll vezér, hátul láthatatlanba ment át. Van viszont D&D online, régebbi MMO-szerű játékot, tehát küldetéspakokat venni, közösen végigmenni rajta. Fú, hát ezek ilyen nagyon kemény, ilyen hardcore D&D dolgok lehetnek. Isteni hatalom castingolás, megszakító támadás, sértetlenség. Hogyha sértetlenség. Ja, csak annyira rávittem a kurzort véletlenül. Jön a durvítás. Az igen kemény odaverés. Mindjárt jön a cleave. Ha eltalálom egyszer, de hát utána kell lépkednem, azaz. Nagyon jó volt. Hát, hogy a vezérre kellett volna odafigyelni. Azért, na most jött be az első támadás, ami ténylegesen eltalált. Kettő. Troll vezérre oda kell figyelni, mert nyilván biztos az is számít, hogy hátulról ver engem. Ilyen kis ocsmány. Ofozgat. Enyhén sebesült? Neked lehet, hogy sok HP-d lesz. Hát, hogy kellene még ilyen... Nem. Szerintem megvagyunk az isteni hatalom, bika erő meg ilyenek. Szerintem anélkül is megverem. Egy szarrá kéne buffolnom magam, de hogyha őt legyőzöm, akkor utána tudunk pihenni. Tehát akár meg is tehetném ezt a buffolást. Bika erő mehet. Vagy a bika erő rajtam van? Nem, nincs. A megnövelt erőt kellett volna látni. Miért kapoérázott, láttad? Itt van valami ajtó. Na végre egy szép 10-15-ös. Ez a tűz nem így, ez valami abnormálisan kemény dolog. Ez eddig mindenki ellen mindent megcsinált. Adoklik a troll vezér. Komoly lootra számítok. Ott is van a critical hit. 5-27. Na, ameddig ő elintézi a maradványok eldobálását. Én kinyitom ezt a ládát, bár lehet, hogy még harcban leszek. Sikeres, ládanyitás. Spiritus? Hát az semmit nem ér. 8 gold, az se volt túl nagy loot. Áááá, egy troll vezér feje. Ez valakinek küldi item lesz szerintem. A kis ismeretlen pajzsot pedig elrakhatjuk ebbe. Lehet, hogy ez volt itt a nagy jutalom. Ez be van mellettem csapdázva? Card part, azt gondolom csak leírja Sword Coast-ot, ugye? Igen, ez nem kell nekem. Tüzes számszerű vesző, vörös réznyaklánc, egy csapda leszedés. Remélhetőleg ebben a ládában lesz majd a fő útja ennek a helynek. Volt valamilyen átjáró itt még pedig? Nem, ez csak egy topáz. Esküszöm, hogy láttam. A térkép mutatta. Lentebb. Ja, ott egy ajtó, aha. Tudtam én, hogy van itt még valami. Hát nagyobb a layoutja is ennek a... Ez be van zárva. Csapdás. Ne nyisd ki. Ja, jó. Tehát így ettől még nem aktiválódik a csapda. Király. És most már lehet is nyitni. Ó, és most egy másik barlangba érkeztem meg. Ez lett volna a második bejárat. Eddig tartanak még a tüzes spellek, meg egyebek. Mondjuk a vezér az egyből meg lett, szóval annyira gondolom, már nem kell félnünk a maradványoktól. Ott van egy holtest. Szeretem ezt a részét a játéknak, amikor menni kell, aztán írtani kell mindenkit kifelé. Megvan az érzés az emberben, hogy úristen, mindjárt szintlépés lesz, és még menőbb spelljeim lesznek. Hát nyilván ez az, ami az RPG-zésben engem így bele szokott húzni. Nagyon szeretem a karaktereket építeni. Azaz, most ez így a cleave az nem ment be. Hát az ógrék, hogy mióta lehetnek ilyen gyengék. Ránézésre azt hinnéd, hogy na, most jöttek meg a durva arcok. Most fogjuk összefosni magunkat, mert nem tudjuk őket megverni, ugye? Aztán ahhoz képest súlyosan sérült vagyok. Miért?
Az mi az a iszonytató medve? És meglátott onnan? Isteni segítségitala. Akár ezt meg is ihatnám. Remélem, hogy meg tudom csinálni. Az ogrére rámegyünk. Mackó nem látott meg még. Már is haldoklik, látod? Ezt mondom, hogy nagyon gyengék ezek az ogrék. Itt a barlangok mélyre lehet lemenni. Akkor mindegyik barlangból lehet menni lefelé. Ez is gyűrű. Lehet, hogy ez küldi tárgy. Lehet, hogy nem is szimpla. Ezt magamra teszem. Engem is akar építés fogott meg benne. Ja, mert nekünk megvan ez a... Nem is tudom. Ez a perverziónk, hogy szeretjük ezekben a játékokban ezt csinálni. Ott is maradt egy kis maradvány. Mert ez a számszerű vesző volt még? Nem, ez egy gold, meg egy holttest. Mindegyik ládát átnéztük? A kőtörmelékeket is, mindent is? A láda biztos megvolt, mert ezt ki kellett nyitni. Aha. Jó, és akkor ott... egy szilencium. És akkor ott volt még egy iszonytató medve. Azt miért tartottuk ott azt a zsákmánytárolót? Miért nem tűnik el, hogyha ki van szedve? Hát, hogy azért, mert az ilyen standard ott lévő lootnak számít, mint egy láda. És akkor itt mehetsz le a barlangok mélyre. Ebből az irányból itt van a medve. Én benyomok mindent. Imád mindent. Mire ide ér, addig rá is kasztanom. Ó, az ima... Várjál, a medve megsebzett 18-ra. Az ima... ez nagyot ver ez a mackó. Nem mentettem régóta. Lehet, hogy most kéne mentenem még a harcban akkor. De már haldoklik, jók vagyunk. 11-et ver. Ez a maci, ez nagyon erős. Még jó, hogy már le volt sebezve kissé. Felbuffolva mentünk ellene. Itt kell egy mentés, meg egy pihenés majd. Abban a ládában lehet találunk valamit, a folypátot felvesszük. Uha, aha. Ez már inkább akkor ezek szerint a medvének a barlangja lesz. Láthatatlanság, itala. Aha, kell egy nagy inventory management majd. Rendesen át kell néznem, hogy mi hova kerül, melyik láda tartalma, vagy mi az. Troll jegyzet? Kézírást vérmocskolja be, egy része kibetűzhető. Kedves Amácia. A barlangok mélyek és veszélyesek, újabb-újabb járatok kapcsolnak egymásba, talán a legalján ott egy épület szerkezet, a kripta, amit keresünk. Megpróbáltuk Darius kiszabadítani, de mi is elég tudtunk megmenekülni. Holnap ismét visszatérünk, megpróbálok még egyszer, remélem lesz rá lehetőségem, ezt elküldjem neked szerelmem, mondta. A tisztánlátás itala. Várjál, ez be is van csapdázva. Hát, ezen kívül nagyon más itt nincs. 8 hulladék, láthatatlansággal. 8 darab goldra képesek voltak rátenni egy csapdát. És aki még nem tudja kiszedni belőle, az itt áll, hogy rohadt idegesen, tudod. Ez hová viszel? Alsó barlangok felé? Akkor nem a barlangok mélyére, hanem az alsó barlangok irányába. Itt még nem jártunk. Ott áll egy fickó. Ő Janis. Elcsesztem, nem lett volna szabad lejönnöm. Attól félek, hogy nincsenek így meg a küldetések, emiatt nem tudok mit csinálni. Itt viszont lehet pihenni egyet. Szerintetek visszamenjünk a jó emberekkel beszélgetni, és csak utána jöjjünk ide le? Egyes igen, vagy kettes, most már menjünk előre nyugodtan. Addig lootolgatok. Ez a fickó az, mint hogyha egy portálon állna rajta. Ez is nyaklánc, nem túl nagy loot. Silencium, nem komoly loot. Az a láda az nyitásra. Vár, ott egy troll berserker. Olaf Metal. Meg is van a zár. Végzetes sebek nyalogatásának itala. Mit csinál egy berserker? Gondolom a vezértől nem lehet erősebb.
Biztos tud hílelni, lehet, hogy fel kéne kasszolnom a tüzet magamra, nem? Bár hogyha megszakítja, akkor elmegy a lehetőségünk ebben a pihenésben. Enyhén sebesült, pedig azért verjük neki. Ott is egy láda, még három láda. Hát. Na jó, menjem. Homortűz. Érdekes, nem tudta megoldani. Betalált, de nem szakadt meg. Akkor ez a 10 összpontosítás, ez most... Hát meg valamennyi van mondjuk, azt hiszem ezen is, ugye? Összpontosítás plusz 1-es, aha. Összesen 11, az ezek szerint ennyire nagyot menne. Hát az esélyét, hogy betaláljak, növelni kellett volna talán egy áldással is, mert ez most nagyon gyenge így. Miért fordultam meg? Egy áldást akartam volna, az összpontosítás sikeres mehet. Fordulj meg, úgy. Ha véletlen időt megtalálnál külditányat, mert megölszik küldi célpont, akkor is ne tudod adni később. Erre gondoltam én is. Csak lehet, hogy értenénk, hogy mit keresünk, tudod, mert nem ártana egy kis kontextus, hogy most hol a francban vagyunk, mit csinálunk. Ez a berserker, ez majdnem olyan, mint a troll vezér. Lehet, hogy lesz lootja is, majd visszafele összeszedjük. Lehet, hogy csapda is lesz. Oh, csak ki kellett mondanom. Mindig az van, kimondom azt egyből. Ezek karóba húzták a jó embereket. Nyitjuk a ládát. Csapda is van rajta. Mondjuk, amíg egy nyitás zajlik, nem lehetséges a siker, 34 ellen csináljuk. Aha, a csapda az lejött legalább. Van itt egy plusz 1-es. Az kevés. Van plusz 10-esem. Na jó, elhasználunk egyet rá. Nem vettem a városban, amikor otthon voltam. Istenem, kiixeled az inventorit. Aha, jó. És ebben van kisebb visszaállító ital. Ez is gyűrű, meg 21. Az ez is gyűrűvel lehetne farkas embereket gyilkolni, nem? Ha már az ez is medalionnal lehet. Nézzük ennek a nyitását. Akkor ez a kettő ráda megvan. Berserker pedig nem hagyott maga után lootot. Végzetes sebek. Elnyalásának itala egyet meg is ihatunk akár. És nézzünk akkor erre tovább elfelé. Még volt egy fickó, akivel nem beszélgettünk. Ő vajon a bejáratnál volt? A barnagok mélyére megyünk. Nem, ő itt kellett, hogy legyen, nem? Úristen, már megint eltévedtem. Mik ezek a trollok szemben? Nézd, milyen sok jön. Miért csináltam megszakítót vajon? Átváltottam rögtön a másikra, de miért? Az áldás az jó, a megnövelt támadás ott van. Hát az isteni hatalom meg a bika ereje hiányzik. Közel jött hozzád és ezért instant rávertem. Ezért váltottunk egy célpontot, majd visszaálltunk a másikra. Ezt nem szoktam érteni, hogy néha random célpontot vált a karakter. Aha, akkor most már ez magyarázza, köszi. Most már így akkor vágom, azt hiszem. Mikitérései vannak, de még egy jön. Egyet megölök, rögtön jön egy másik a helyére. Akkor ez beáll ide, és megszakítóval rögtön megverem, aha. Érdekes. Egy nagy kritikálhitet szeretnék ott látni, haldoklik már. Ott van, megy a cleave, nagyon király. Ez a fiatal troll még mindig sértetlen, pedig ezzel kellett ma indítanunk talán. Hogy állunk XP-vel? Ez már is 54 000, és megvan a 9-es pap, az nagyon király lesz. Nem volt cleave, mert egy lépéssel hátrébb áll. Szerintem nem értük el. Akkor itt volt a Jarvis, vagy mi volt a neve a fickónak. Ezek mind megvannak, nézzük a ládát, nyissuk ki. Ott van még egy hordó, amit meg kell néznünk. Szerencsére nincs becsapdázva. Siker nem lehetséges, 33 ellen megyünk vele. Hát megint el kell, hogy használjak akkor egy darabot. Plusz 10-esekből, ami biztos, hogy rohadt drága lehet a vendornak. Tuti van vagy 100 gold egy ilyen. Ó, nehéz láncos buzogány, átjugasztó nyilvessző. A nehéz láncos buzogány az biztos, hogy lesz, hogy 600 gold. Eltesszük a mindent elnyelő feneketlen zsákomba. Tenszer átalakító varázslata. Maradványok maradtak ott mögöttük, biztos lesz egy gold benne.
És itt pedig tovább lehetne menni, ez megy a barnagok mélyére innen. Zümmögő plusz egy, az a fegyverem, te majom, leneted. Félre nyomtam. Honnan jöttök még? Mik ezek a fiatal trollok? Innen szemből megtámadtak volna, és akkor hátulról is jöttek volna rám ambushban. Ordítozik amúgy, csak nehéz meghallani. Kíváncsi lennék, hogy milyen egy Warrior-ral a játék. Totál izé, folyamatosan sebződésekben lennénk, inni kellene a potit. 0-24 közben meg úgy verdesnénk az enemit. Mint egy nem normális. Hát ezt lehet, hogy meg kéne inni. Nem, még nem. Tehát itt lefele megyünk, de nem beszéltünk az NPC-vel. Akkor szaladjunk vissza hozzá. Ő itt van tőlünk jobbra, a másik oldalon elméletileg. Azt mondod, hogy az a raid boss az olyan... tehát az is ilyen warrior kitaláció? Hogy jöttek ide az ógrék? Nem mentem lentebb egy szinttel. Vagy ilyesmi, nem hiszem. Lehet, hogy vissza tudnak, de nem, mert eltűnnek, nem tud feltámadni. Láttad, hogy súlyosan sebesültbe visszament sebesültbe? Ott volt a regeneráció, hiába tűzzel verjük most. Ez a láda, ez már biztos, hogy ki van lootolva, ha így van. Hiszen erre már végig jártam. És itt kellene, hogy legyen az a fickó valahol. Honnan jöttek meg az ógrék? Még jó, hogy ilyen gyengék. Nézd meg, 28 damage elintézte, a fizikál már nem is ment bele. Rakás koponya. Két fegyveres harcra ment, támadott vagy ötöt körönként. Gusztustalan volt. Egy perlizett, mint a szar. Ez is megvan. De biztos, hogy jó helyen vagyok? Igen. Ott áll a csávó, Janis. Azt mondja az az öreg nő. Janis, nem igazán hasonlítasz azokra ocsmány trollokra, mit csinálsz itt? Kitakarítom a trollokat és ógrékat ezekből a barrangokból. Ki vagy és mit keresel itt? Nevem Janis, ezeknek a szörnyeknek voltam a rabja. Olyasféle, mint egy rab. Mit értesz az alatt, hogy olyasféle? Miért is nem esélyem az egész történetet úgy könnyebb megmagyarázni? Amint látod, egy nem kis halommal megáldott mágus. Hatalommal megáldott mágus vagyok. Ezen kívül az archeológia rabja is. Csapat archeológussal voltam, ezeket a barnangokat kutattuk, felkeltette a figyelmet a szokatlan mintázat a barnang falán. Véletlenül elkószáltam a többiektől, aztán meghallottam a sikolyokat. A többiek megtámadták, a trollok meg az ógrék. Magad is kitált, ugye? Én odaértem hozzájuk, mindegyik halott volt vagy elmenekült. Felettébb nyugtalan voltam, fiacskám Revat miatt. Kicsi lassú a felfogása, gyors pillantással felmértem, hogy a teste nincs a földön. Ezután bejött a barnangba a legnagyobb troll, amit valaha láttam. Meglepődött azon, hogy ott talál, és ez mentette meg az életem. Elkezdett kiabálni a többiek után, majd megindult felém. Neki kezdtem egy varázslatnak, de a karmain lévő vércsepek elvonták a figyelmet a varázsigéről. Azt terveztem, hogy bezárom őt ott illuk-e rugalmas gömbébe, egy nagyon ritka, de hasznos varázslattal. És mi történt? A varázslat magába szippantott és foglyul ejtett egy alakra formált, áthatolhatatlan erőmezőben. Nem tudok mozdulni, de a trollok sem képesek ártani nekem. Nagy hatással volt rájuk, azt hiszem valami istennek gondoltak. Miből gondolod ezt? Elég helyem volt ebben a páncélban, hogy beszélni tudjak. Amikor beszélni kezdtem, ők nem tudtak ártani nekem, elkezdtek elvonulni és ajándékokat hozni nekem. Nem, mintha el tudtam volna fogadni őket, de ők csak hozták. Most jön a rosszabbik rész a dolognak. Még ha meg is ölted az összes trollt és ógrét, nem tudok kiszabadulni. Fogalmam nincs, hogy mennyi idő alatt szűnik meg a varázslat, de meghalok, ha nem jutok ki hamarosan. Hogy tudok rólad vagy rajtad segíteni? Meg kell találnod Revatot, van nála egy gyűrű, ami az apjáé volt. A gyűrű képes egyszerű varázslat megszakításra. Én készítettem, hogy megvédjem Revatot a varázshasználóktól, akik rajta keresztül próbálnának ártani nekem. Hol találom a fiad? Van egyfajta melléképületünk a felszínen, nem messze a barlangtól. Biztos, hogy ott van, miattam aggódik. Jobb, hogyha sietsz, a szomjúság kezd erőt venni rajtam. Akkor most ki kellene mennem a barlangból? Hát vagy itt éppen a mélyére mehetnék még jobban lefelé, nem? Vagy innen jöttem volna be? Itt a kijárat van a másik oldalon. Hogy a mélyéről jöttem a barlangoknak? Nem, tényleg a mélyéről jöttem. És hogyha most itt lemegyek, kijárat a felszínre, akkor az a kijárat az nem is a felszínre volt kijárat? Azt mondta, hogy a gyerek az valahol a felszínen van, ugye? Melléképületnél. De minek a melléképület? Én nem láttam épületet, amikor bejöttem. Hát mindegy, minden esetre megnézzük, hogy hol lehet.
barlangok mélyére kijárat a felszínre, két kijáratunk is van. Nem lehet, hogy az egyik holtest a gyereké? De rohadt későn van. Pedig még játszanik, vagy 4 órát. Nézzük. Körbe lehet menni. Mellék épületet kellene keresni. Azt szerintem az archeológus tábor lesz akkor. Akkor meg kellene próbálni hozzájuk feljutni viszont. Hát... szerintem innen. És majd utána akkor vissza kell mennem, mert csak 2 térképet... 3 bejárata van a barlangnak, ugye? 1, 2, 3, és ebből 2 tisztítottam meg, és még megy lentebbre is. Ez... hol vagyok? Erre menjünk, igen. Appal van farkasembert, itt már amúgy sem találnék, éjszaka kellene megtalálni a gyerekeket. Azokat a kövi chapter előtt nem kellene elmulasztani szerintem. Na nézzük, mikbe vannak ők. Archeológusok mindannyian. Ott van Jax. Jax-szal már találkoztam szerintem, emlékszem a nevére, de nem a LoL of Legends-ből. $57 és egy ezüst gyűrű. Nem mondod, hogy itt minden láda be van zárva náluk. Hordók is vannak. Ott van egy bejárat. Örülök neki, hogy tudok nyitogatni anélkül is, hogy bármilyen társat kellene magammal cipálnom. Hogyha itt több XP-t lehet szerezni. Bár igaz, hogy így a támadásaitól elesek, amik besegítenének a harcokban. Viszont láttuk már, hogy milyen volt, amikor társal mentünk. Tényleg nem volt semmilyen ellenfelünk, és most ez a single player-es előre haladás, miközben nincs velünk társ, ez így a D&D hardcore szabályok szerint egészen normálisan néz ki szerintem. Tehát ez ilyen tök vállalható nehézségi szint. Egészen szép aranymennyiséget találtunk, viszont ide még nem jöttünk el. Ott egy őz, lehet, hogy az őz mellett van a gyerek. Bandi még nem alszol. Köszönöm szépen. Mindig találgatni kell az MVM-ben, hogy mi van. Hallod, minden ládát bezártak ezek. Jó, hogy nem kerül sokba a nyitás. Archeológusok, gondolom nem akarnak mondani semmit. Összepakoltam abban a reményben, hogy elmegyünk. Mit tehetek érted? Néhány kérdés. Ki vagy te, régész? Jackszel dolgozom, megtámadtak a trollok. Barátom meghalt, nem akarsz bosszút állni. Akarok, de gyakorlatilag vagyok. Nincs módon megfizetni néhány hős, menjenek, vágják le bestiákat, oké. Nem, hogyha hallani akarsz a bosszúról, azt állom neked, menj és beszélj Lentonnal, itt van valahol. Jó, ki az a Lenton? Itt kell valahol lennie. Jó, és hol van a Jax? Az őt már láttuk, ugye? Jó. Ezt az ajtót kinyithatjuk, hát ha bejönnek az orkok megverni őket addig. Jax ott van, mellék épületet is kell keresnünk. Itt lehet, hogy hátul még... aha. Ezen a részén a térképnek nem lehetünk eddig. Úgyhogy akkor nézzük át. Sértetlen őzek. Ott van valamilyen kőtörmelék, meg koponyarakás. Fiatal trollok mindenütt. Még mindig rajta van a tűzbuff. Meg kell várnunk, amíg ezeket elintézzük, és utána innen is le lehet menni a barlangokba. Ez komoly. Elhibáztuk a hatalmas kaszabolást. Nem lehet, hogy ha innen mész le, akkor könnyebben odaérsz az öregasszonyhoz, aki éppen szörnyet akar halni. Szomjan akar halni. A szörnyeket majd én meghalasztom itt kint. Itt is van egy láda. Nem. Ez egy szarkofág. Hogyan regenerál? Ütéskor regenerál? Szerintem úgy van kitalálva. Nézzük a nyitást már is. És ezt az archeológusok nem tudták volna kinyitni? Egy zöld kő, de régóta nem találtunk olyat, villámló számszerű vesszők. Ez gondolom megint nyitás, így van. Ez a barlang, ez mit jelez? Csak annyit, hogy barlang. Saspompa ital. Hát akkor gondolom, hogy le is mehetnék akár ezzel a lendülettel megnézni, hogy mekkora ez a barlang. Hogy akkor itt jövök ki? Jó! Oké, megint rájöttünk akkor valamire.
Ezek tényleg összekötődnek, mindenfelől ugyanarra felé megyünk. A koponyarakást azt én összeszedtem, mehetünk tovább. Ezek a saspompa, meg egyéb italok, ezek szerintem kimehetnek. Keleti út és Neverwinteri erdő felé mehetünk. Az lesz a következő hely majd szerintem, amit a következő epizódban felfedezünk akkor. Segítség, támadás, mi? Jaj, te nem látszol. Jaj, felejtsd el, mondja. Idegesnek tűnsz. Mi a te neved? Jax vagyok. Professzor Jax, híres archeológus, ha nem tudnád. Néhány ősilény tudása után kutatok. Ezért jöttem ide. Mekkorát villámlott. Ókás vagyok amúgy. Szeretnék többet megtudni a lényekről. Tudós társ, hadd meséljek neked a kutatásomról. Teremtő fajról beszélek. Valóban elbűvölők. Úgy érzem, több ezer évvel ezelőtt éltek, és meggyőződésem, hogy a környéken található néhány mamit ők hagytak e földön. Halott dolgok után kutatsz? Nem, ennek a fajnak a létezésére keresem a bizonyítékot. Tudod, néhány archeológussal átkutattuk a területen lévő barlangrendszereket, hogy bejáratot találjunk az alattuk húzódó feltételezett romokhoz. Csodálatos expedíció volt, vagy legalábbis annak tűnt. Úgy véltem, hogy valószínűleg számos kincset és kötetet készített ez a faj. Aztán megtámadtak minket a trollok, meg az ógrék. Mesélj többet. Sziklaformációt tanulmányoztam az egyik barlangban, amikor megtámadtak. Volt velünk néhány őr, akik feltartóztatták az ógrékat, de a trollok megölték őket könnyedén, mint a gyerekeket. Az ógrék tényleg gyengébbek. És erre te mit csináltál? Futottam az életemért, az örök elég időt biztosítottak ahhoz, hogy néhányan kijussunk, de nem eleget, közel sem eleget. Részvétel, mondom neki. Ennyi halála semmiért, mennyi áldozat, és még mindig nincs bizonyítékunk a teremtő faj létezésére. Nem sokat tudni arról a fajról, rendkívül hatalmasak voltak, és az elméletek szerint a Toriel feletti hatalom megszerzésért viaskodtak a sárkányokkal. Mikor harcoltak velük? Több mint 10 000 évvel ezelőtt történt. Még mielőtt az első emberi civilizáció, a Netherilek megvetették volna a lábukat, hatalmas varázslatokat használtak, mágikus hatásokat és tárgyakat hoztak létre, melyeket most csupán az istenek kezei közé tudunk elképzelni. Miféle kincsek? Eléggé hatalmasak voltak ahhoz, hogy sárkányokkal csatázzanak, úgy vélem biztosan volt számos hatalmas mágiával felruházott tárgyuk. Nem említve a gazdagságukat, a trolloknak talán szintén vannak kincseik. Oké, és milyen bizonyítékot remélsz a faj létezésének igazolására? Ha olyan fejlettek voltak, ahogy gondolom, akkor biztosan maradt utánuk számos írásos emlék. Ha a kezeim közé kerülne egy könyv, ami bizonyítaná, hogy ezeket a romokat a teremtő faj emelte, akkor tudnék támogatást szerezni a további kutatásomra. Meg kellene találnom a romok teljes történetét. Szóval a támogatás miatt aggódsz? Nem, a pénz szükséges a kutatásaim finanszírozására. Támogatás az őrök fizetésére, felszerelések, eszközök vásárlására épp úgy szükséges, mint a többi szakértő megfizetéséhez. Pénz nélkül nem tudok többet kideríteni róluk. Tudok neked segíteni ezeknek az ősi köteteknek a felkutatásában. Azt hiszem, hogy szükségem van a segítségedre. Tudok neked fizetni 500 aranyat, hogyha elhozod ezt nekem. Itt van egy kulcs a barakkokhoz, ment rád a néhány kollégámat, akik további információval tudnak szolgálni. Találd meg a kötetet, ami bizonyítja, hogy teremtő faj létezett. Meglehetősen veszélyesnek hangzik, úgy vélem némi előleg igazságos lenne. 100 aranyat megkaptunk. 4 óvatos fickó, oké. Itt van Revat meg Lenton. Te nem vagy anyus. Lenni nagy bajban. Figyelj már, ne aggódj, talán segítetek, miért nem válaszolsz néhány kérdésre? Jó, igen. Ő az a gyerek, akit keresünk. Inkább nem olvasom fel, hogy miről beszél. Igen, örülök, hogy találkoztunk. Mit akarsz tőlem? Mi olyan szörnyű a mai napban? Anyust ellopták a trollok. Hát tudom, hát azért jöttem ide. Igen, a trollok szörről, igen. Talmas harcos, jó. Úgy a trollok ocsmány ogrék, igen. Na, oda nézz, van egy angolul maradt mondat. Megmentem neked, de édesanyád meg pont azt kérte, hogy jöjjek el hozzád. Hát... Megmentem neked. Jó férfi, te megkeresed anyusomat elmondani neked, amit tudni. Közeli barnakban tartják. Igen, én ezt tudom a sztoritokat. Megvan. Odaadta a gyűrűjét. Szükségem lesz már most egy kis pénzre, hogy megmentsem a mamád? Hát nem hiszem. Most nincs éppen szükség, megteszem, amit tudok. Anyusod éppen egészségesen tér vissza, megígérem. Köszönöm. Jó. És akkor itt van a másik fickó, ezt a gyűrűt le kell vinnünk akkor. Lenton meg túl elfoglalt, hogy velem beszélgessen. Mert Lenton éppen veri. Ez kifelé visz minket a lépcső felfelé. Nem tudom, beszélgessünk már. Iszonyú kedvem van ma.
Ki vagy te? Igen, én vagyok. Örvendek, jó. Jó pofizós kedvem, bennem vagyok éppen. Mi rontott el a kedved? Vegyük először a teremtőfaj megszállott Jax-et, ostoba expedícióját. Jó, nem hiszed, hogy léteznek a romok? Jaj, dehogy nem. Jax teljesen meggyőzött róla, de végig kutattuk a barlangokat. Tudod, hogy mit találtunk? Semmit. Bár ne találtunk volna semmit. Trollokat találtunk, meg ógrékat, egy horda troll és az ő állatkáikat, az ógrékat sem, ősi lényeket, sem sírokat, sem köteteket, csupán trollokat és ógrékat. Ezek szerint a trollok magasabb szinten állnak agyilag, mint az ógrék. Mondjuk igaz, hogy erősebbek is. Szokatlan sziklaformációt vizsgáltuk, Jax szerint különleges fenét volt az, egyszer csak meghallottam a sikolyokat. Hatalmas troll tartott a markában Drokaszt, igen, rettenetes. Segítség kell, amelyik megette a testőrönet volt minden bizonyra a vezetőjük, azt már megöltem. Mhm. Fontos feladatnak hangzik, megteszem. Megelőlegeznie nekem némi aranyat, kudarc, nem tehetem, mi jó. De hát elhoztam a fejét a vezérnek, az nem jó? Éppen nálam van az a troll fej. Végre megbosszultad a testvérem. Nagyon meg vagyok elégedve a képességeiddel. 300 arany az összes vagyonom, sajna nincs több. Elegendő jutalom? Nem. Ahogy megegyeztünk, az úgy jó lesz. Oké. És akkor ő most elszelel? Na, akkor egy küldetést letudtunk ezzel. Gondolom, sietnem kellene vissza a mamához, hogy valaki megmentse őt onnan a gyűrű segítségével, ugye? Hát jó kérdés, hogy meg tud-e halni. Tehát, hogy tényleg van-e olyan, hogy szomjan hal szegény? Szevasz! Ez egyik... Mindjárt mondom. Fejvadászat. Vérdíj van rajta. Kicsit azért rám sebzett már. Hogy elbújt ide fent mi? Még jó, hogy megnézek mindent is. Enyhén sebesült. Hát, hogy nyomatnom kellene valamit. Mika erőt meg egyéb kitalációkat. Hát mondjuk lehet, hogy így is megverem. Kasztoljunk egyet, hát ha összejön. Nem fogok kasztolni? Dehogy nem. Ott is van. És jobb esélyekkel fogok betalálni. Már ha ütök egyet valamikor. Aha. Nem nagyon ütöttem el. Kritikus találat 12. Az a max, amit bele lehet ütni. Cserébe, ott van a 11, súlyosan sebesült. Én még csak sebesült vagyok. Egyet ütött. Az a 11 nagyon jó. Immunitás a mérgezésre? Folyamatosan mérgezne? Még jó, hogy rajtam valam úgy az állandóan. Jó, megadom magam, hagyjuk abba a harcot, nem győzhetek. Nem tudnálak legyőzni, bárhogy is próbálnám, azonban nem az én hólyom volt harcolni veled, most csak kérhetem, hogy gyakorolj kegyelmet, hagyj el menni. Ki vagy te? Ennyi harc és még okot sincs rá, hogy megölj, meg azt hittem, hogy fejvadász vagy. Ellenben lehet, hogy az vagy, akár így, akár úgy, a nevem. A Delilah. Mondtam neked, hogy örülök annak, hogy megismerhetlek, biztos vagyok benne, hogy nem hinni, de. Egyike vagy a szökött elítélteknek, meséltek már rólad. Úgy tűnik, hogy akárhogy próbálkozom, nem tudok szabadulni a múltamtól, soha nem lehetek szabad. Évekkel ezelőtt börtönbe zártak, nem akarom mentegetni a múltam, igen, tudatában vagyok, hogy milyen megvetendő dolgot tettem. Nem is akarok ezzel foglalkozni, megtettem, ez segített túlépnem, megszöktem a börtönből. Talán, hogyha lehetne visszatérnék újra az életemhez, talán mindent újra kezdenék, valójában nem sokat jelent számomra, csak legyek szabad a börtönből, azt gondoltam, az más lesz. Aha. Hát most, hogy megöljük-e vagy nem, végül is vérdíj van a felükön. Hogy sikerült megszöknöd? A börtönben összetalálkoztam néhány másik bentlakóval. Jezgár félvér volt a vezetőjük, ahogy én is szabadulás útját kutatták. Többiről már hallottunk, köpőmadáról, Zorról, meg Wyvernről, így van. Folytasd, minden nehézség nélkül megléptünk. Megszöktünk a legbiztonságosabb vízmélyei börtönből, hogyha úgy határozol is, hogy megölsz engem itt ezen a helyen, sosem fogom ezt elfelejteni. De abban a pillanatban, hogy meghalsz. Áruld el nekem, hogyan határoztál, mit óhajtasz tenni velem. Mit akarsz cserébe adni, hogyha megkímélem az életed? Biztosan beleuntál már az állandó utazgatásba, egyes szakértelmeket megnek birtokában vagyok, meglehetősen pesdítőnek találhatsz. Ez azt jelenti, hogy... Tudod, te mire célzok, ha már itt vagyunk a hálószobámban? Már régen volt, és te egyáltalán nem vagy közömbös nekem? Nem, szerintem ez rám fog támadni rögtön. Úgyhogy szerintem távozom. Csak úgy elmégy, sem tudom, mit mondjak valahogy, a köszönöm nem passzol hozzám. Isten veled a becsapós.
De nem, ne gondold. Azért jöttem, hogy megöljelek. Biztos lehet benne, hogy nem hagyhatom akkor így. Miért hagynám életben? Nem mondott semmit, rossz dolgot követett el, bezárták. Nem tudott felhozni semmit a maga védelmében, hogy nem valami félreértés miatt került ilyen helyzetbe, ugye? Utgárdi barbárok kötete nem kell, de jó, hogy benéztünk ide. Fel kell vennünk a ismeretlen, aha, fülét egyrészt, meg az ismeretlen sisakját. Na ez miféle darab lehet majd? Meg kéne nézni. Van egy ilyen random műveltségitalom, azt most elhasználom. Az gyorsabb, mint felvenni a gyűrűket. Tolvaj csukja. Immunitás a fellökésre és a méregre. Zárnyitás, összpontosítás, keresés, szakértelem módosító plusz 2. Nem rossz, de nem is jó. Ismeretlen vért. Hát az... ehhez még mindig nem elég a ismerettség. Vagy mi a... Hopp, abban van egy csomó minden. Üres üveg? Azt lehet, hogy itt hagyom. Vagy lehet, hogy ez valami küldetéstárgy. Hamarosan hidratálok, köszi a kiváltást. Fákja nem kell, mehetünk. Ahhoz töltenem kell egy pohár vizet. Amikor itt voltunk, itt volt egy harc, és ez volt a másik ajtó, ahol nem mentünk még ki. Ja, hogy ez kivezet azonnal. Jó, egy külivel meg vagyunk. 2:40. Még le tudunk menni megmenteni az öregasszonyt. Csak vizet töltök magamnak. Már egy kicsit kevesebbet haladtunk előre, mint úgy át. Jó, mondjuk hosszabbak voltak a harcok talán. Nagyon sokat küzdöttünk, és hát a kockadobásaink nem voltak mindig annyira szuper királyak, sajnos. Nya. Ah, de jól esik ez a... pohárvíz. Azt mondja, hogy a barlangba lemegyünk. Az öregasszonnyal szemben szerintem pihennünk kell. Vágod ott azokat a romokat, ott volt mellettünk, hogy... mi? Az ógrék hogy kerültek ide vissza? Hogy kerültek vissza az ógrék? Tényleg ilyen? Lehet, hogy folyamatosan jönnek. 50.600. Mindjárt meg lesz akkor így viszont a szintlépésünk. Nézd meg, de itt is itt van. Kettő is. Köpenyből biztos, hogy lenne jobb nálam. Vagyis, hogy hát a jobb, mint a plusz egy karizmás. Mennyi XP-t ad egy ilyen? 14-et. Nem baj, az is valami. Szaladjunk le az öregasszonyhoz, ne ezekkel szórakozzunk. Úgy volt, hogy... aha, a barlangok mélyére ott megyünk keresztül. Ezeket a maradványokat nem néztük át, ez két arany. Jobb lesz, hogyha megnézem, mert ugye kaszaboltunk mindenfélét lefelé. Aztán könnyen lehet, hogy nem vettem észre. Későn jött le a loot, itt is 3 gold. Mondjuk nem ezen a 3 goldon fog múlni szerintem semmi. Kb. Bármit eladhatnék a backpackből, hogy ezt a 3 goldot elpótoljuk, vagy kipótoljuk, hogyha valamihez kell. Ott van mama, úgy néz ki, hogy még életben van. Ez a gyógykészlet is itt maradt. És akkor itt vele szemben lehetne pihenni. Na, Janis, elhoztam a gyűrűdet. Most velem jöhetsz? Látom, nád van a gyűrű Revattól. Ha meg tudnál érinteni a gyűrűvel, semlegesíteni a varázslatot. Tessék, itt van. Oké, már is jobb érzés. Mit áldogálsz, még mindig itt vesztegeted az időt? Nincs más tenni valód? Nem kell segítség, hogy visszajöjjön Revathoz? Nem, már a visszaút meg van tisztítva, találd meg a kiutat. Inkább bekérdezem, mit képzesz, mi vagyok én, valamiféle gyenge öreg nagy mama? Hatalmas mágus vagyok, visszatudok egyedül is útni most, hogy a varázslat megtört. És hogyha megütném? Hát jó van akkor, én meg addig lepihenek. Most akkor Revathoz, meg az öreg asszonyhoz vissza kell mennem, mert gondolom, hogy... ha nem adott XP-t. Viszont a gyűrűt ugye elvette. Tehát akkor kint az archeológusnál soknál ezeket majd meg kell még nézni. És hogyha itt lemegyünk, akkor szerintem most már kasztolható a tűz, meg minden is. Ha lemegyünk, akkor meg kell találnunk még lentebbre az utat. Van egy járat a felszínre, tovább a barlangok mélyére. Ez kell nekünk, ez az út. És ami pedig itt volna, nem tudom a térképet mozgatni, de
Az is a barlangok mélyére megy. Honnan tudjuk, hogy melyik kell nekünk? Rossz felé nézek? Nem, ott van. Kijárat a felszínre, tovább a barlangok mélyére. Fogalmam nincs, hogy melyik út visz lefelé. Reál? Ó, szarás, rossz felé fordultam. Hát... jó, vissza az egész, bocsánat. Inkább erre menjünk, erre talán még mindig gyorsabb. És törpe lábaimat olyan rohadt nehéz szedni. Amúgy van olyan, hogy kisebb súlya gyorsabban mászkál a karakter. Nem így jöttem be? Ez egy lándzsás volt szerintem. Egy lándzsásnak a halál kiáltása. Köszönöm szépen. Nagyon kedves tőled, hogy tényleg nem tudod elképzelni, milyen sokat számít. Nagyon köszönöm. Sértetlen trollal küzdünk, miközben ez a láda csapdázó van. Szemben pedig nem látjuk át még ezt a helyet. A másik, az alsó barlangok felé. Eddig a barlangok mélyére mentünk. Várjál, hogyha mindjárt elmozdulunk innen, lehet, hogy az is az alsó barlangokat mutatja. Tehát akkor a fölöttünk lévő, az az alsó, ez pedig a barlangok mélye. Ugye? Tehát, hogy akkor mind a kettő irány. Amit láttunk az előző térképen, az ide vezetett volna le, hogyha egymás mellé tennénk, láthatnánk. Bár valószínűleg nem lehetne egymáshoz illeszteni a térkép töredékeket, gondolom. Világ legnagyobb számai, elképesztő sebzések. Küzdünk egy sebesült trollal. Egyikünk se találja el a másikat. 19 plusz 9 egyőre 28 nem támadott, vagy nem tudott eltalálni. Mennyi az ellenállásom? 26, akkor úgy, hogy nem jutott át? XP mennyiség 330, és meg lesz a pap 9 végre. Azonnal felrakjuk a hésztet, meg a kőszívet szerintem. Bár lehet, hogy nem kőszív, iron skin, vagy mi az? Nem iron skin, stone skin, na végre. Iron will, stone skin, mindig összekeverem. Na, végre meg urcant. Látszik, hogy mennyire nagy szükségünk van az áldásokra, meg egyéb kitalációkra. Muszáj őket feltenni, mert... tanélkül... csak szívunk itt, és nem találunk el semmit sem. Csapda, hatástalanítás. Gondolom, hogy ki is kell nyitnunk ezt a ládát majd. Sikeres, mentés, nyitás. Vajon van olyan, hogy visszatöltödés más van a ládában? Puszta kíváncsiságban. Most volt egy topáz, meg egy plusz 3-as gyógykészlet. Nézzük már meg ilyenkor, mi történik. Tehát, hogy randomizálja a ládában lévő lootot, vagy sem? Kíváncsian várom ennek az eredményét. Lehet, hogy valamilyen varázstárgy lenne benne. 37 gold? Akkor egészen addig nyomogathatnám, ameddig nem találok valami nekem tetsző dolgot. A fene gondolta volna. De valamilyen szinten biztos, hogy ki kell, hogy legyen balanszolva ez. Tehát nem találhatod meg a legendás izé... a legendás maszturbálás szuperkártya pakliát, mert... érted? Tehát, hogy valahogy... muszáj, hogy élmény maradjon a végigjátszás. Várjál, mert lehet, hogy elnyomom inkább ezt a tüzet magamra. Na, egy szép krittel indítottunk. Hát, figyelj. Nem lehet elbánni. Mi volt ez egyébként? Fiatal troll? Ja. Lehet, hogy az volt a gond, hogy fiatal volt, ugye. Többiek már szépen bealudtak 2 óra 47 perckor, de én most már végigmegyek ezeken a barlangokon. Annyi szent. Nem volt cleave. 54.740, alig várom a szintlépést. Ifi, te még ébren vagy? Ezt te nem jóján. Mi lesz így veled holnap? Haldokló trollok. De látod ezt, Tifi, egyébként, hogy tűzzel sebzem és nem igazán hatja meg? Te az Grim Reaper 91-es, üdvözöllek, hogy vagy mi a helyzet? Ez zárva van, hát akkor ezt hagyjuk egyelőre. Mindenki utánunk jön. A megölésével várnunk kell, már mindegy. Csak a cleave-et akartam volna aktiválni. Mondjuk a critical hit is elég jó. Megszakító, mert közel jött. Lesz ott egy cleave. Egy. Ott is van a kettes. Ment volna tovább. Nem abban halnak bele, de nem gyógyulnak vissza. Én úgy láttam, mintha az előbb gyógyult volna.
Nem tudom, hogy miért. Kissuk a ládát. Sikertelen zárítás, mert még harcban vagyok. Minden be van zárva. Nagyon jó lesz. Ott van egy hulla is, meg egy valami maradvány. Csillezés, nassolás, mit nassolsz? 34 gold. Valamennyi sérülés persze. Aha. Sikeres zárítás, kérges bőritala. Vörös rész gyűrű. Nézzük a holttestet, más idekint nincs. 13 gold, akkor összesen itt 50 gold volt. 54.824. Még néhány ilyen összecsapás, és megvagyunk a szintlépéssel. Jöjjenek most már akkor, ne szarozzunk. Mondjuk ez egy eléggé nagy helynek tűnik. Oda nézd mekkora. Inkább összép húzzuk talán. Itt északnak van egy kijárat az alsó barlangok felé. Gondolom a bejáratnál, amit ugye kijáratnál, hogyha innen nézed. Rögtön megtámadnak, így van. Azért is jövök, hogy a szintlépés bekövetkezhessen. Ez valami hatalmas nagy sziklaformáció. Megnyomjuk a kicsit, hogy a nagyban nyomjunk egy klívet. Nézd ki, hogy felhílelte magát, pedig kapott egy támadást az elején. Nem volt klívünk. Megint híleltem volna magát, láttad ezt a... ezt a lilás valamit, amit kasztol? Szerintem az lesz az. 8.38. 8.66. Erre is lehet menni. De ugyanarra az útra vezet, középre. Valami nagy XP-t dobjanak. Itt az idő, hát mindenki azt várja. Szerintem már az utolsó szintje ennek a... ennek a dungeonnek, mert ott szemben egy ajtó védi talán majd a fő boss-t, amielőtt meg kellene majd állnunk talán. Amúgy megkérhettem volna... de hülye vagyok, a pókomat tényleg. A pókot be kellett volna szummanálni, az most ezekre biztos nagyokat verne oda. Kritikus talál 10 és 18, ott van egy ógre szemben. Igazából á volt az az ügy. Kösz szépen tényleg. Köszi, köszi. Palacsinta nassolásként, az igen. Ilyenkor hajnali 3-kor képes vagy nekiállni még sütni? Vagy megmaradt napközbenről? Mi van a palacsintában? Tudod, hogy mi a legkirályabb? Palacsintában a túró a legkirályabb, de nehéz eldönteni, hogy fahéjjal vagy citrommal. Ezen sokáig kellene gondolkodnom. Szerintem is. Vagy talán meg lehetne kóstolni, milyen lenne egyszerre. Szerintem még soha nem ettem egyszerre. Azokat lekaszaboltuk, mint a büdös szart. Rég nem volt mentés. Ott van fent loot. Fiatal trollok és egyebek. Ezek még nem elegek egy szintlépéshez. Jött a kettő megszakítás. Nem ettél még fahéjas túróst? Hát a legfinomabb. Szerintem kicsit furcsa most erről beszélni, hogy az előbb arról beszélgettünk itt, hogy Smegma meg társai. Vagy Smegma? Az melyik volt a helyes válasz? Elmászom ide a lootért. Itt aztán vannak csapdák. Na, erre még nem hajnal is bejött. Gondoltam ám. Várjál, mert a társunkat nagyon agresszív a ládákkal szemben. Ó, egy ismeretlen vért. Legközelebb kipróbálom, ha így ajánlod. Én szerintem mindenképpen. Ó, a jó fahéjas túrós. Zeldázol között. Ne verd szét, hagyd abba. És hogy haladsz? Milyen a játék? Hogy érzed? Ott is van a gold is, minden is ott van. A rakás koponya is ott van. Ott van a végzetes sebek gyógyításának kitalációja. Maradványokat hagytak hátra, szintlépés még nincs. 21 XP-re vagyok a szintlépéstől. Az zavar most ebben, szörnyidézés 3-as, hogy innen bemehetnénk a lezárt területre, de rohadtul nem akarok innen, de innen mehetek be. Akkor mégis bemegyek. Nem kéne valamit nyomnom magamra? Megnövelt támadás, erőd, támad, minden. Az a troll adja meg az XP-t, oda néz. Itt jön a szintlépés, és ott rakik bent a boss. Mapnek lassan a felét bejárom. Azt a mindenit.
Hány órát tettél akkor eddig bele? Ott van a szintlépés végre. Na és most lejön a mentés. Ez lesz a 11 előtti mentés. Hát a szintlépésünk a pap kapja meg a 5-ös szintű spelleket. Vajon hányat kapok? Amikor hányat, akkor inkább nem kérek. Azt mondja, a plusz 2 ajánlatban még mindig az összpontosításra tenni oda. De én a rábeszélő készségemet is szeretném tolni, azt nem lehetne? Műveltséget is kellene tolni, bár azt valószínűleg a róggal inkább. Hát úgy látom, hogy mindenképpen összpontosításra kell rámennem. Ja, így lesz a jó. 11 életerőpont, összpontosítás 2-es, képességek semmi. Jó. Jó, és most megnézzük a varázskönyvünket. Megérkezik az 5. szint, 2 darab kitaláció mehet bele, nagyon jó. A végzett köre. Ez a kortávombat. Minden ellenséget ható területen negatív energia csap meg, eddig 8 pontnyi damage-et okoz, plusz egy pontot a varázsra minden szintje után. Akkor eddig 8 plusz 9, a negatív energia varázsok ellentétes hatása vannak az élő holtakra, gyógyítja őket, ahelyett, hogy ártanom nekik. Oké, köszönöm. Fordulópont. Olyan aurát hozol létre, ami ellopja, elszívja az ellenfelek energiát. Ellenfeleid megváltozott környezetet... mi? Körülmények miatt. A megváltozott környezet és körülmények miatt mínusz 2 módosítót kapnak a mentődobásokra, támadódobásra, sebzésdobásra, belépnek az aurába. Egy kör per szintig tart. Nagyon keveset. Varázs időtartam alatt karakter plusz 2 módosítót nyer a megváltozott körülményeknek, köszönhetően mentő, támadó, sebzés. Tehát ők kevésbé támadnak, én meg sokkal jobban. Ez a lényeg. Az átalakító mágiai iskolából. Amúgy nem rossz, de az, hogy 9 kör, az nagyon kevés. Gyorsítás, ez a haste, ugye? Tehát nem sebesség, hanem ez így gyorsításként van. Nyersz plusz 4 valami félreugrás VO módosítót, egy extra cselekedetet körönként, képes vagy újabb támadás vagy varázslásra, mozgási sebességet meglő 50%-kal, ez bemegy oda. És ez kell, hogy lejöjjön nekünk ide, hiszen ez rövid ideig tart, mint ezek a spellek. Szörnyidézést azt innen... miért nem lehet áthúzni? Ezt kiveszem és ide átteszem. Ez pap kitaláció. Egyéb cselekedetek? Nem. Speciál parancshoz? Nem. A francban van varázslat. Pap. Négyes. Szörnyidézés. Jó. Rátettük ide. 5. szintre a gyógyítókör, az mi, aki benne áll, az minden baráti lény hatóterületen gyógyul egy csomó életerőpontot. Fordított hatású, hogyha élőholtakra használják. Tehát, hogyha healing spelleket használnék élőholtakra, holtak feltámasztása, visszahoz egy halottat az életbe, feltámasztott karakter csak egy életponttal tér vissza a holtak közül. Hát az nagyon jó lehet akkor. Kőbőr, lángcsapás. Minden szint után. Egy D6-tal dobsz, sebzés fele isteni eredetű, még a másik fele tűz alapú. Ellenség mindkét típusú csapást elszenvedi, addig a szövetségesek csak tűz alapú damage-et. Érdekes ez, mert 9-es szinten akkor ez 9D6-ot sebez. Ami nem is kevés, de egy spellhez képest kevés. Mindent látás, szörnyidézés 5-ös. Az itt rohadt jó dolgok vannak, és valószínűleg a 4-es szintre meg egyebekre is kaptunk még. Képes vagy keresztül látni a menedék meg a láthatatlanság hatásokon. Automatikusan felderíted a rejtőzködő elemiket. Varázslat ellenállás, plusz 12 mágia ellenállás, plusz 1 a szinted után élők végzete. Kitartást mentőt kell tennie az eleminek, vagy meghal. Akkor is, hogyha mentődobása sikeres, elszenved 3D6 pontnyi negatív energia damage-et, plusz 1 a varázsa minden szintje után. Kitartást mentőt kell tenni, különben meghal. Az élők végzete, de hiszen ez rohadt erősnek hangzik. Óriási regenerálódás. A varázslat időtartam alatt a célpont négy megkapja a regenerálódás képességét, körönként 3 életerőpontot gyógyul. Amúgy ez eléggé jól hangzik. Kőbőr a legjobb. 10 plusz 5... célszemélynek 10 per plusz 5 damage csökkenést ad a varázslat elvisel varázsló szintje után 10 pontnyi közarci damage-et. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy legfeljebb 10-et mielőtt összeomlana. 9-es szinten benyomod, és akkor 10 plusz 90 plusz 5, tehát 105-öt nyel el, és utána összeomlik. De ez akkor is szuper OP-nak hangzik nekem.
4-es szintre nem jött új, 3-asra nem, a 2-es szintre jött új. 2-es szintű varázslatok közül mit használjunk? Hát akár vehetne még egy bika erő, nem? Isteni segítség. Szilencium, bénítás, megszüntetés. Ókháló, sötétség, varázs. Személy megfékezés. Megbénul a minden megcélzott. 9 körön keresztül? Megbénul a megcélzott humanoid. Kisebb mágiatörés, kisebb visszaállítás, hangrobbanás. Hangrobbanás lehet, hogy jó lenne, hogyha lenne valamilyen távolsági spellem, mert eddig nem volt még. Minden lénynek hatóterületre 1d8, és amelyik nem tesz mentődobást 2 körre elkábul. Ez most vagy jó, vagy nem. Elég random, hogy mikor lenne jó. Egyszerű sebek okozása. A varázsló végrehajt sikeres érintő támadást az ellenfélen, célpont elszenved 2d8 pontnyi damage-et, plusz 1 pontnyit a varázsa minden szintje után. Tehát akkor ez lehet, hogy akár 16 plusz 9, de legfeljebb plusz 10-et. Az okozás varázslat fordított hatásával élő holtakra ugyanannyit gyógyít, mint amit normális esetben sebezne. Hát... ez nagyon kevés, nagyon egyszerű. Ezt már kérdeztem a múltkor, de hogyha a vízdomot növelnénk, és úgy nyomatnánk magunkra a buffokat, akkor valamivel jobban járnánk. Bénítás megszüntetése. Minden megbénítást, megfékező hatást megszüntet a hatóterületen tartózkodó szövetségeseken. Én vagyok az egyetlen, aki kasztol. Tehát akkor, hogyha ez már rám jött a bénítás, akkor már nem tudom elkasztolni, ergo nincs értelme, csak hogyha társakkal megyek. Ha jól sejtem. Negatív energia sugár. 1d6. Egy szint után varázsa további 1d6 pontnyi damage-et okoz a varázsa minden 2 szintje után. Legfeljebb 5d6-ot a 9. szinten. Negatív energia varázsatok fordítottak. Igen, gyógyítják az élő holtakat. 5d6 damage. Tehát maximum 30 damage a negatív energia sugárból. Ez nem annyira szarul hangzik. Hát, eddig ez a legértelmesebb, meg hogyha esetleg még egy isteni segítséget pakolnék oda bentre. Menjen. Jó, és akkor most ott állunk, hogy van velünk szemben még egy rész, amit meg kellene nézni, utána pihenni, és gondolom bemenni ide középre, szerintem ott várnak ránk. Hát, várjál. Szabadka, mehet. Alapértékek 2, várjál, használom, hogyha pofon a csapatban, nem vagy, hogy idézett lényeket ütik, persze, amíg nem egy ütés a lény. Aha. Mert a kemény imádkozás. Trollok is nyert. Ajjajaj, balról ógrék érkeznek. Két irányból jönnek az enemik. Még a tűz fennmaradt, érdekes. Ez a rövid ideig tartó itálációnk, de nagyot megy. Azaz. Akkor gondolom, hogy a buffolással, amikor a rövid idejű buffokat tesszük fel, akkor ennék a legjobban, ugye szép kaszabolás, hogyha a hésztet raknám fel előbb, mert akkor körönként 2 kasztolhatnék, ugye? És ha az úgy menne, akkor tovább tartanának. Tehát a hészt lesz a legelső. A rövidebb idejűek közül. Muszáj megtanulni a sorrendet, ezt a bort én itt hagyom. Az sem kell. Ez az ógra is meghal. Utána más nem marad már itt. A király, hogy tudtunk a 2 szintet is lépni, ez nagyon-nagyon tetszik. És ezután pedig mehet majd nyugodtan a... egy kvarc kristály. Mehet nyugodtan majd megint egy rók szint. A róggal pedig szerintem újra zárnyításra kellene rámenni legalább 2 ponttal. És lore-ra is rá kellene majd egy kicsit fejlődni. Aztán lehet, hogy kapunk egy feat-et is. Azt nem tudom, hogy mi adja majd pontosan. A mentés most megvan, akár elmenthetnénk. Nem tudsz pihenni, jelenség van a közelben, csapda elsült. Ez be van zárva, tehát azt akarják, hogy nyissam ki. De oda bent csak ógrék vannak, nem a legfőbb arcok. Hát ennyire rájuk is mehetnék rögtön. Nem, ott van egy troll sámán. Miért tudom, a buffok jobban kötődnek a szinthez és a varázslás szintjéhez, ez így van. De most állítólag a szintlépéssel egészen szépen nőtt a hosszuk is.
mondta Mikolás, hogy hogyan kellene velük számolni. Hát ez a sámán most itt a legfőbb majom. Letépem a húsod és kiszopogatom a velőt a csontjaidból, mondta. Elég ocsmány vagy, te, nem mondom. Na gyere ide! Még mindig szépek a támadásaink. Egy isteni hatalmat magamra tennék. Ide nem is kellett nagyon felbuffolódnom. Bár... az erőt magamra nem, az megnövelt erő, az még ott van. Most jött le rólunk a tűz. De mindegy, mert most már így végigverjük. Gondolom, hogy itt lesz bent a kötet, ami majd az ősi romokról ad bizonyítékot Jánosnak. Tehát még a barnagok mélyére menni? Alsó barnagok felé? És nem gondolja, hogy még lentebb is van. Tabda elsült. Lassított vagyok. Ó, ez egy nagyon szép pajzsnak tűnik. Ez a tároló tele van. Ez is. De mivel van tele? Hát tényleg tele van, nem hazudnak. Várjál, várjál. Ismeretlen vértek vannak. Azt mondja, hogy a mágikus zsák, hát ez akkor ebbe fog belemenni a hármas számba. Igen, így egy kicsit kevesebbet. Nem volt a troll sámán után semmi megmaradó. A nyilván szöket én ott hagyom, nem kérem, köszönöm. Egy goldért nem fogok itt nagy nyújtózkodásokat csinálni. Van a zsákunkban még 70 ezer mellette. És akkor itt a barlangok mélyére tovább lehet még menni. Ugye, lehet, hogy nem is érünk ma a végére a troll barlangoknak akkor ezek alapján. Voltam én? Nem, oda nem mentünk fel. Na de azért megnézzük, hogy ez merre megy. Ott nem fedeztünk fel mindent. Jó, ezek szerint ide kell lejönni. Itt lesz a befejezés. Megcsináljuk még ma este? Valami ultra izé B-kategóriás filmet szereztem ma estére nektek. A címét sem tudom. De biztos valami izé véres összecsapás 2 vagy valamilyen akció jellegű őrület. Állítólag a VHS korszakban nagyon szerették az emberek. Ezek visszatámad, visszajönnek ilyenkor. Fel kell buffolnunk magunkat és végig kell vernünk az alsó szintet még. És aztán utána meg innen folytatjuk majd a kövi epizódban. Lehet, hogy megteszek annyit, hogy hazamegyek, aztán kipakolok mindent a inventoryból. Meg kellene nézni azt a pajzsot, amit most kaptam, nem? Mindenki azért van izé, megőrülve. De hallod, de milyen pajzsot talált? Nem lehet igaz, hogy nem nézi meg. Most következő péntekig várnom kell, hogy megnézze. Nem lehet ekkora csicska valaki. Várjatok, már megnézem. Tivornyázás zsákja, Lancing plusz 1-es. Kis pajzs. Plusz 1. Plusz 2 elektromos ellenállással. Itt nincs semmi. Ez volt az 1-es. Ismeretlen vért. Alap osztálya 2. Hát nem túl jó sajna. Mit csinál ez a sisak? Ez egy tolvaj csukja, az nem az. A kétkezes baltát meg le kellett volna tennem, mert semmire kellő darab. Jó, ebben van még egy nagy shieldünk. Plusz 3, plusz 1. Élő holtak elleni plusz 5-ös pajzsvió módosító fény bocsánat ki magából. Hát az a baj, hogy nem rossz, de nekem plusz 3, plusz 2-es shieldem van. És ez pedig csak az élő holtak ellen jó, úgyhogy nincs értelme átvennem szerintem. Szóljátok, hogyha tévednék amúgy. Tökre elképzelhető, hogy valamit rosszul gondolok. Hova raktuk be? Na várjál. Ja, itt van kalandorgyűrű. Oké, és ez visszament a helyére. Jó, mentés. És akkor itt nem volt még felfedezve. Aha, ez a része ennek a kijárat a felszínre innen. Ilyen van. De mégis hová megyünk innen vajon? De nagyon közel le lehetett volna menni akkor a... legmélyére ennek az egésznek. Az a másik, az ráadásul be is van csapdázva. Tehát, hogy ez is tud olyan csapda, ami instant gyilkol. És a csapdán kívül van ott még más probléma is. Az árnyitás, G. Kár, hogy nem lehet úgy visszatölteni, hogy a nyitás az éppen folyamatban van. Nyilvessző, ott maradt kőtörmelék.
végzetes sebek gyógyítása. Istenem, mennyi szar szemét van nálam a inventoriban. Mikor fogom ezeket vajon összepakolni? Adokló ógrék. Meg kell néznünk, hogy hová megy ez fölfelé. És akkor az egyetlen küldetésünk ide lentre, az akkor most már csupán a... Ó, egy ismeretlen vért. Nem is néz ki rosszul. Egyetlen küldetésünk az az, hogy szerezzünk tudomást arról, hogy itt valóban valami ősi dolgok vannak a romok alján, ugye? Ha kijössz itt, akkor hol vagy? Ó, ez a hidas rész. Aha, itt álltak fent ketten. Na hát ott ég van. Én nem is láttam, hogy ebben a játékban van ég. Felhők is vannak, menj már. Felhők.txt. Hogy kerültem ide fentre? Na ne szórakozz! Jaj, ne! Ne! Hát hogy sikerült felbugoltatnom magam ide? Ezt nem mondod. No. Hol volt a... Ja, ez előbb mentettem, ugye? Nem a beállítások, a betöltés. Quick save. Haver. Hogy felbugoltunk oda? Igazából most akkor nem is kell kimennem, ugye? Érdekes, hogy a nyitásnál nyomatja ezt. Akkor mégis meg lehet nézni. Aranygyűrű, aha. És azt addig nyomatod, amíg meg nem... De viszont így most a kőtörmelékben a... Ne már! Hát itt volt egy tök jó páncél. Francba most csak egy rettegést kaptam. Ne? Vagy lehet, hogy ez itt volt? Lehet, hogy a holtesnél volt. Lehet, egy szimpla. Vagy fix loot. És kettőt támadtam. Várja, a szintlépés után 21 plusz 6. Ez nem változott, hogy mennyit sebzünk szerintem. Lehet, hogy az változott meg. Na hát ez csak tolvajszerszám 10-es, az nem jó. Tolvajszerszám 10-es helyén lehetett inkább a vér, de sajnálom. Hát milyen hülye módon sikerült bebugolnunk amúgy. Ezt a fú nem lett volna szabad annak megtörténnie. Mindenki látta. Aki látta, az meg nem mondja, hogy nem látta. Remélem már jót alszatok, én még ilyenkor elememben vagyok azért bőven 3 óra 11 perckor. A lejutás az itt van átellenben. Pihenés, báfolás, mindennek a szétverése. Legalább most már megérkezik a haste. Viszont a kőbört azt nem raktam be. Az 5. szintről. Ennek mi a hossza? Ja, az ilyen stabil dolog. Akkor akár ide is betehetném, így, aha. Tehát az ilyen, amíg le nem verik, addig kitart elméletben. Valószínűleg itt nem fogok tudni pihenni, persze. Odafent viszont tudnék. És most a 9-es szinten van például az erő. 1 óra per szint, 9 óra, az 18 perc már. Az menő dolog. Hívjuk be a haverunkat. Mehetnek a különböző fegyvererősítések. Ezek is azt hiszem olyanok, ugye, hogy... Hatóidő azonnali. Ja, de várj, most rosszat nézett. Azért mondom, hogy mi ez a hatóidő azonnali. Erőt adhatnék egyébként a megidézett pókomnak is. A kőbört is magamra varázsolhatom amúgy. Elemek elviselése 24 órán keresztül tart, 48 percen keresztül rajtad van, vagy amíg le nem verik. Ellenállás. Ez most már igen kemény buffnak számít szerintem. Így most már azért alakul ez a dolog. Mondjuk még olyanunk nincs, ami minden statunkra ad egy keveset. Itt pajzs bent van, áldás is, ott van már. Isteni segítségből már kettőt tudok kasztolni. És ugye ezeket egyre jobban tudjuk már nyomogatni magunkra. Harc közben is akár, úgy értem. Itt a mentés, mehetünk rögtön lefele. Itt lehetne olyanokat csinálni, hogy haste meg ilyenek, de szerintem még... Lehet, hogy már azok ott eltűntek szemben. Lehet, hogy már el kellett volna kezdenem nyomatni. De mindegy, az ógrékat nagyon hamar megcsináljuk. Látszik, hogy iszonyat kemény. Ez a Stone Skin marha jó. Rögtön megvan ő is. Szaladunk fölfelé, megverjük a troll sámánokat. Pókom mindeközben alulról nézegeti a fiúkat. Hát azt hiszi, hogy fel tud jönni a másik oldalon?
ő oda ment és megvert valakit álmában. De egy rohadék. ez a pók, ez nem semmi arc. Sértetlen trollsámánok és egyéb kitalációk. Itt szerintem egy boss is lesz. Lehet, hogy végig kellene a buffokkal szaladni mindenütt, és csak végén körbe menni majd a különböző lootok összeszedése miatt. Ott mondjuk dobálgatnak, mert látod, ott is vannak maradványok. Valószínűleg nem jó ötlet elveszíteni egy csomó buffot, amit csak egyszer kasztolhatunk el. Haldoklik az a troll. Na, meg is van. Bár lehet, hogy a végén ez az insta olyan lesz, hogy visszateleportálnak minket az elejére, nem? Itt is vannak ilyen hatalmas nagy kristályok, mint hogyha ezek ilyen... Nem is tudom, mik lennének. Valami ragyogó elemek, amik hullafaló, rettenet. Itt más típusú elemik vannak, mint hogyha valami energiát vagy aurát bocsájtanának ki. Minden esetre ilyen nagyon furcsa hangjuk is van. Rettenet is megvakkan. A pókomnak nem ártana egy kis healing talán. Mi van azokkal, akik zsákmánytároló, akik arra felé mennek? Na, most már elkezdtem lootolni, most már véghez viszem. A lootra amúgy sem lehet szarozni, nem? Ki az, aki magyaráz? Hát meg amúgy is valószínűleg már én vagyok csak egyedül ébren ilyenkor, hajnali 3-4-4-kor. Ki lehet az a hülye, aki MVN-ezik online, vágod? Hajnali 3-4-4-kor. És közben még beszámolót is tart, meg magában beszélget. Csapda. Leszerelés, a buffok szépen tartanak, sebzéselnyerés szerintem. Akkora a VO-m, hogy eleve nem tálnak el, de hogyha el is... Aha. Ez nem lehetséges ezt leszedni, akkor... 69-et rám sebzett a láda? Ebben valami nagynak kell lenni. Szavasz Háded. Hogy vagy, Mizu? Siker nem lehetséges. Ne verd szét. Most kell elhasználnunk, amit felvettünk az imént. Ez egy plusz 10-es tolvajszerszám. Ez 20 plusz 11, 41 a 37-tel szemben. Így van. Ez egy ismeretlen öv, amit itt találtunk. Hú, de tele van az inventory a francba. És akkor ezt lehetne abuzálni, hogy egészen addig pergetjük, amíg valami normális fegyvert nem kapok belőle, ugye? Túlosan vagyunk sebesülve. Jó, hogy van ennyi healingem. Itt lörkölök majdnem a kezdettől, és nem szóltál hozzám? Azért ez nem szép, ez azért meg lesz jegyezve, az aktába bekerül. Amit a kedves moderátoraink vezetnek. Lehet a következő trollírtás. Szóval nem tudom megkülönböztetni, hogy melyik. Sokkal jobb lenne, hogyha több információt közölnének a kurzor rávitel, megölte a pókomat rávitellel ezek a dolgok, hogy kiírná, hogy melyik spell van még rajtad, és alatta, hogy mit csinál. Megnövelt erő, érted? Tehát, hogy azt írná ki, hogy bika ereje, és alá azt írná ki, hogy megnövelt erő. És akkor mindenki tudná, hogy a francba. Reflex próba sikeres, az jó volt. Van valamilyen ajtó. Ahhoz túl régi játék kis ikonokkal beérték. Hát, ja, csak tudod, ez ilyen. Itt van Darius, szevasz. Nyugalom, nem akarlak megenni. De nem troll vagy? Nem, én nem vagyok az. Kérlek, segítsekem, ki kell jutnom, megöljenek, nem, jó, oké, mehetsz. Hallom, hogy jönnek, nem hadd őket, nem hadd a sikolyokat? Nincsenek sikolyok, ne aggódj, megölöm a trollokat. Nem tudod megölni a trollokat, megölték az összes ört, meg fognak ölni téged is. Már megöltem egy csomót, mi a neved? Túl sokan vannak meg, már azt hiszem, megöltél egyet, fel kell, újra harcolni kezd. Nincs időm, hogy visszakísérjelek a felszínre, az út talán tiszta. Hát... Igen, visszamegyek magam, a trollok megesznek téged, miatt én elmenekülök. A trollok végeznek veled, hogyha ők nem akar a másik dolog, majd miféle másik dolog? Félnek attól, ami a mélyben van, nem mennek közel hozzá. Mi az, te tudod? El tudsz képzelni valamit, amitől a trollok rettegnek? Ők tudják, hogy hatalmas. Hogy semmit nem tehetünk, megöli őket, aztán megöl téged is. Menekülnöm kell, sok szerencsét, oké, szia. De ne arra menj, az a cellád belseje felé visz, mindegy. Nem túl okos ez a Darius, mondjuk el is kapták szépen. És akkor ez a járat visz oda, ahol a troll sámánnal megküzdesz. Orv támadás! Rögtön oda-vissza perget, úgy láttam. Nem akart szembesülni velem? Vagy nem tudom, mi történt. Egy alkimista asztal van. Mitikus találatok tömkelegei.
gyönyörű damage. Még mindig a legdurvább spelljeim nálam vannak. És csak ennyi volt. Nem hagyott hátra semmit. Darius ugye nem verik közben a hátunk mögött az orkok meg, vagy mi ez az ógrék. Ez a ráda megvolt, a holttestet remélem, hogy megnéztük, és mehetünk is tovább rögtön. Hoppa, 27 gold, bocsánat, nem volt meg. Akkor mindenképpen őket is meg kell néz. Nem voltam itt bent. Láthatatlanság gömbje. De én nyomok egy mentést, akkor mehet, hogy a láda is kimaradt. Nem, a láda nem maradt ki. Jó, éjszakon megvan minden. Sokkal hosszabb ez a rész, mint az ember gondolná. Legalábbis ezt szerettem mondani magamnak. Szevasz Spectra, jó éjszakát, kitartást a hétvégére. Jó, tehát akkor az alsó felső rész megvan. A következő még biztos, hogy nincs. Nagyon szépen működnek a buffok rajtunk. Azt mondja, egy áldás még be van készítve. Isteni hatalom castingja az majd. Igen, a szabadkára majd mindjárt elmegyünk. Ullafaló. Rettenet. Roll Berserker. Na, a Berserkerre már rá kell készülni. Olaf Metal. Én meg enni tiéd szemek. Megeszek, én majd tégettem majom te. Sebesült Berserker. Most nem támadom, vagy mi van? Kapja azért 7-10. Súlyosan sebesült 5-10. Ha el is talál, szerintem a fizikál damage-et elnyelem. Van még egy ógre. Roll Berserker haldokik az ógre, nem hallja meg, hogy itt csatározás zajlik. Olyan izé lesz a rettenetre utána, nem igaz. Kaszabolással, persze. Na még egy csapás és meghal ő is. Jó. Nézzük a ládákat. Itás. Ott vannak még rettenetek ketten. Ez vissza fog kanyarodni, úgy látom, a főtárnába. 30 gold. Oh, Istenem, ezek a nyitások még itt ilyenkor. Jaj, hát de következő péntekre nem adhatjuk. Hát mindent meg kell nézni. Nem gondoljátok, hogy így hagyjuk. Nem végeztünk a troll barlangokkal. A rettenetek valamiért nem akarnak ránk jönni. Ah, de ránk akarnak jönni. Vért készítés? Engedd el azt. Jó, jön a másik is. Miközben én éppen nyitom. Na ilyenkor hogy működik a combat? 34 damage még hátra van a Stone Skinből. Tehát meg tudott volna ütni, miközben a láda kinyitással foglalkoztam. Villámláncolat? Az nem láncvillám? Mert a láda, ott majd van még szemben egy tároló. Ó, Istenem, elsülő csapdák, fagytámadások és egyebek. Ez egy ugyanolyan girdle. Úgynevezett girdle, magyarul. És már kettő megegyező van. Remélem, hogy ezek is ilyen ógre. Italációk, ógre, dombi ógre ereje, meg ilyenek, tudod, ami 2-3 ezer goldért mennek el. Mondjuk igazság szerint teljesen felesleges most a pénz a karakteremnek. Tehát, hogy ameddig nem jelentkezik érdemes loot nekünk, amit meg kéne venni, addig felesleges minden. Újtózkodás. Érdekes, hogy nem volt cleave. És hogyha váltogatnám a targeteket és a végén egyszerre cleave-vel leverném, vagy ez ilyen ingyenc dolog? Hát nem, mert addig healelnek talán. Rajta van még a fegyveremen a tűz. Hát olyan tank vagyok, mint az állat. Haldoklik, és utána azt levágja, majd ráver a másikra is egyet, ugye? Várjál, várják, váltsunk targetet. Azt gondolom, hogy nekem körbe kerül, hogy váltsak, így van. Ő még mindig haldoklik. Kíváncsi vagyok, hogy meg tudom ezt csinálni. Hát még a végén ugye a másikra nagyot kell verni. Arot. És targetváltás történik a körében, így van, majd megüti. Súlyosan sebesültre visszatette magát mind a kettő. Á, jó, ne szarózzunk, akkor verjük meg őket, az kész. Ott van, egy, kettő. Még egy, kettő, azaz. Hát csak arra lettem volna kíváncsi, hogy megütök egyet, és akkor páf, 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 leverjük mind a hármat egyszerre egymás mellett. Tök mindegy, mert engem nem sebeznek. Full táp a karakter hozzájuk mérten. Itt van egy ajtó. Macska ügyességital. A barlangok mélyére még mindig. Most szivatnak engem szerintem, hogy még mindig lehet lentebb menni. Kőtörmelék és hordók, holttestek.
Innen viszont már biztos, hogy nem akarják azt, hogy gyalog menjünk vissza. Ú, a halálos fagycsapda készlet. El tudjuk adni annak a mágus lánynak, szerintem ő... 306 kilónyi cuccot tudok cipelni? Ő biztos, hogy megvenné. Ez is nyaklánc. A hordó üres. Akkor nincs más hátra, mint hogy menjünk. Maradványai vannak itt egy trollnak. Két arany. És mehetünk az ajtón lefele. Biztos, hogy ki fognak innen teleportálni, nem gondolják, hogy majd gyalog megyünk vissza innen. Megnéztük azt a lenti részt? Álljunk meg. Szerintem én ezt nem néztem meg, ami itt van. Mert felülről mentünk, visszakanyarodtunk, és kihagytuk ezt az egészet ott. Azt kihagytuk. Persze, még ógria is van előttem, látod? Még jó, hogy észbe kaptam. Hát figyelj, itt van a mester loot. Itt van az a típusú loot, amire mindenki mindig is vágyott. Most járt le az idő a különböző spelljeinken. Viszont, hogyha ezt kitisztítom, akkor még miért lemennék, tudnék egyet megint buffolni. Hogyan jön ide ez a másik ugra? Hiszen ezt a részt viszont megcsináltuk, ezt nem csináltuk itt meg. Szép a szabolás elhibázva. Pedig milyen jó lett volna. 3 óra 24 perc. De hiszen én pak, ő meg leesett, mint egy száraz füge? Ez miben van benne? Ezt nem ismerem. Valami gyerekmese? Adokló ugrék, hihetetlen csapdák. Elképesztő láda használat. Bármegy is a csapdahatás tanítás. Bár lehet, hogy még kombatban vagyok, és így. Nem, ez így is jó. 15 ellen 26-ot, akkor a csapdahatás tanításra nem kell annyit nyomnom. Siker nem lehetséges, 31-en van a 32-vel szemben, de nekem van egy plusz 1-es zárnyító képességem szerintem. Barak kulcsát azt letesszük ide, ne legyen már útban. Itt van bent a plusz 1-es, és az pont elég a zárnyítóhoz, így van. Biztos ismert Bud Spencer, Terence Hill film. Hát, szoktam őket néha ismerni, de hogy az idézet miből van, az nincs meg. Lehet, hogy nincs 2-4 nélkül. Azt jól ismerem, mert azt láttam a legtöbbször. Hallod, minden ládát bezártak ezek. És van 2 kőtörmelék, amit még nem néztünk meg. Talált! Ne csináld! Az igen. Amikor a... amikor elhibázott merénylet van a Terence Hill ellen, és akkor a... az a fekete hajú csávó mondja a főnökének, hogy lövöldözött, és akkor ő meg eldőlt, de végül is ugye nem halt bele. Jó, beugrott. Ez azért durva, ezt nem gondoltam volna, hogy ezt össze fogom tudni rakni. De ja, akkor megvan. Ezt nagyon szerettem azt a filmet szerintem. Az volt az a film, amit a VHS-en ugye megvolt. Nem csak az, a... Melyik volt a másik? A múltkor megnéztük azt is. Én sem emlékszem a főnök nevére. Mit akartam mondani? Üte, ez egy nagy terület. Akkor itt ezt most nem fogjuk végigcsinálni, de tényleg ősi romokban vagyunk. Hát, kripták következő területe, pecsét, őrző, gólem, meg ilyenek. Nem mehetünk akkor tovább, akkor innen kell, hogy tovább menjünk, srácok. Sajnálom, hát ez... Ennek a barlang rendszernek soha nincs vége. Ez valami iszonyatosan mélyre levisz. Kutatási eredményét tartalmaz a szint lanerálnak. Ez lehet az, ami... ennek a küldetésnek az iteme, ez fogja beigazolni a többiek számára, hogy itt bizony komoly dolgok vannak lent. Nem, mondom, figyelj, nem fog elférni nálunk a loot előbb vagy utóbb. Hihetetlen mennyiségben viszünk mindent is, kitartás itala. Prizma virág magok. Piaci égköveknek tűnnek a kövecskék érintésre melegek közelből megnézve, a kicsin csirákat növesztettek. Érdekes. Ez lehet, hogy valami küldi item. Sőt, lehet, hogy valamelyik csatlósunk küldi item-e. Azok szoktak ilyen különlegesebb dolgok lenni. Elmentjük úgy, hogy menj tovább. Jó. És akkor innen kell folytatnunk. Resztingálni lehet, nem, mert ellenség van a közelben. Akkor ezt még megcsináljuk. Még csapda is van. Angyalok és démonok? Nem, valami ilyesmi volt a címe még annak a... kevésbé sikeres Bud Spencer filmnek, talán a Terence Hill nem is volt benne, és lehet, hogy emiatt nem szerették annyira. Fél négy körül, mi csak nem is főjelenet. Hát mondom, hogy rengetegszer láttam, ezt a kettőt láttam a legtöbbször nekem, ezek vagy a kincs, ami nincs meg. Nincs, mi volt a címe, várjál,
kincs, ami nincs, meg a... Volt ez a másik, a kamionos. Nem fog eszembe jutni. Mondom, nekem azok nem voltak meg. Így aztán ezeket nem láttam annyira. Hát akkor ide mentünk rá, menj továbbra, és ne felejtsünk el majd buffolni, amikor a szükség úgy hozza. Nyomás után, persze, hát volt egy csomó. Csomó volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok ma este. Remélem, hogy jól szórakoztatok. Hát jó hosszasan mentünk megint egy jó 7 órát a játékban. Ebből a tiszta játékhoz biztos, hogy volt egy 6 óra, úgyhogy most mehetek vodokat vágni még. Ilyenkor hajnali 3:30-kor, hát amúgy is ilyenkor szoktam, úgyhogy ez nem meglepő. Közben vetitek nektek valami akció, retro VHS akciófilmet a Discordon. Jók lehetek, és nagyon szépen köszönöm, hogyha itt voltatok ma este is velem, remélem nem bántátok meg, hogy velem voltatok. Tök jót mentünk előre az MVM-ben. Kitisztítottunk két helyet, csináltunk ilyen hatalmas nagy próbákat, egy versenyen győztünk, megtisztítottuk a troll barlangokat, elértünk valami ősi romokat mélyen a föld alatt, csináltunk farkas emberek utáni vadászatot, kerestünk, voltunk fejvadászok is, vérdíjas, fejükön vérdíjjal mászkáló szökött fegyencekkel, szóval utánuk is kutattunk, csomó mindent csináltunk, nem győzöm majd beleírni a botba. Meg átvertek a kocsmába, mint a büdös szart. Mindenkitől elvették az 500 aranyat, és akkor visszakaptam az én 500-amért 900-at, miközben a többi indulótól nem vették el a pénzt, hogy nem tudom, de azért ott nagyon rohadjanak meg. Azt hittem, hogy 3000 goldot kapunk, mert amúgy megérdemeltük volna, hát hallod, mekkorát mentünk odalent, hát 3 szinten keresztül, puzzle-ök meg minden. Na mindegy. Hogyha tetszett ez a vod, nyomjatok egy feliratkozást, vagy egy tetsziket erre a vodra, meg a csatornára, a YouTube nézőkhez szólva. Hogyha pedig valaki másod szeretné támogatni a csatornánkat, arra is megvan a lehetőség a vodok leírásában, ott van minden információ, meg itt lent élők alatt a paneleket nézegetve. Remélem, hogy jól éreztétek magatokat. Köszönöm kiemelten csatornánk patronusainak, hogy vannak nekünk, sorolom őket. Szilajka, Barkata, Oldmurkról, Fekete Retek, Suzi, Jonzuti, Puki Bubi, Dorcsit, Sajtos, Nejfülös, Velkor, Bradacs B, Bekka, Zsolt B, Viktor, Lóder, Gorem, K. Péter, Joni, Isti, Zsószi, Gévince, Vitamin SC, Gundár, Dárton, Kat 81, Deark, Deftor, Dominik, Spektrál, Interciza, Peki Petra, Zsolci, Aranzó, Trilobita, Kori, Kolker, Simongé, Kismarci, Ájrengár, Desztibor, Engábor, Papherceg, Haxorz, Vordam, Szesan, Benesan, Sarumun, Zsé István, Astromókus és Coolers, Ninjakal, Varvajk, Filvi, Emil, Emhajnal, Gutix, Slodin, Vegabéka, Druvit, Nice, Chillax, Titokzatos 58. 59. YouTube-os támogatóink, V. Balázs, V. Ádám, Babherceg, Butcher, Bernadett és Aplus Gameplay, valamint a csatornánk egyik szponzora, hanem az egyetlen, már természetesen rajtadok kívül, az xzone.hu, nagyon szépen köszönöm nekik is, hogy támogatják csatornánkat tök menő hanglemezekkel. Na, jó éjszakát, jó pihenést, innen megyünk akkor tovább következő pénteken. Csá-csá!